tavasz. Ez a mérkőzés. Már a legjobb 8 közé jutás a Téta MOL Magyar Kupában. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Nagy Erdei Stadionból. DVSC Siófok összecsapás következik a 8-ad döntőben, ami tulajdonképpen egy NB2-es bajnokival ér fel, hiszen mind a két együttes a másodosztályban szerepel. Fontos bajnokik várnak mind a két csapatra, hiszen a listavezető Loki a feljutásért küzd, a 14. helyen álló Siófok pedig a bennmaradásért harcol, és ez meg is látszik az összeállításokon, főleg a vendégekén. A hétvégi bajnokihoz képest a fél csapatot lecserélte Waltner Róbert, alig ha nem ez már annak szól, hogy a most következő hétvégén viszont a Szeged ellen játszik majd kiesési rangadót a vendégegyüttes. A Loki összeállítása ezzel szemben mindössze 3 helyen változott az elmúlt hétvégi bajnokihoz képest, de azt azért, így a neveket látva erős túlzást lenne állítani, hogy ez a kezdő 11 gyengébb lenne, mint az, amelyik 5-0-ra nyert egyébként a hétvégén a Szeged otthonában. Amit rögtön itt le kell szögezni, még mielőtt elkezdődik a mérkőzés, hogy a továbbjutás egyetlen egy mérkőzésen dől el, tehát adott esetben hosszabbítás és büntető párba is előfordulhat, amiben egyébként a Siófoknak már volt része korábban, hiszen az MB3-as Monor ellen 2 fordulóval ezelőtt úgy jutottak tovább, hogy a rendes játékidő után 1-1, a hosszabbítás után pedig 2-2 volt az állás, aztán végül a 11-es párbajban 5-4-re csak legyűrték az alacsonyabb osztályú ellenfelet. Íme a csapatok tiszta fehérben látható majd a vendég Siófok, pirosban pedig a Debrecen, és mind a két együttes 3 fordulón van már túl a Magyar Kupában. A siófokiak 3 MB3-as ellenfelet búcsúztattak, a Monor mellett a Moson-Magyaróvárt és a Taksonyt ejtették ki, a Loki pedig az MB3 keleti csoportjának listavezető helyén álló Tiszakécskét, majd a szintén MB3-as BVSC Zuglót, legutóbb pedig az MB2-ben szereplő helyi rivális Deacot búcsúztatta. Így jutottak el tehát ebbe a fordulóba a csapatok. És hát mondanom sem kell, hogy a papírforma egyértelműen a hazaiak sikerét vetíti előre. A Debrecen az NB2-ben listavezető 5 ponttal vezeti magabiztosan a bajnoki tabellát, a siófokiak pedig a 14. helyen állnak, és hát igencsak tekintgetniük kell hátrafelé a bajnoki tabellán, mert hogy 5 pontra vannak a kieső helytől, így aztán egyáltalán nem lehet nyugodt Waltner Róbert és csapata egyelőre, ami a bajnokságot illeti. Nagy kérdés, hogy a kupában majd mit nyújtanak, illetve mennyire veszik ezt komolyan. Itt az összeállítás tekintve, hogy azért erősen rotált Waltner Róbert, azt lehet mondani, hogy talán egy picit előtérbe helyezik a bajnokságot a kupával szemben, de hát meglátjuk, hogy ebben az összeállításában mire lesz képes majd a fehérmezes Siófok. A játékvezető Olá Gábor, az ő sípszavára várunk, aki ebben a pillanatban bele is fúj a sípba. Elkezdődik tehát a Magyar Kupa 8-ad döntő egy NB2-es találkozóval tulajdonképpen, ahol a Debrecen mint házigazda és mint az NB2-ben jobban szereplő együttes azért jókora eséllyel indul. El is mondták a debreceniek, hogy ők ezt a sorozatot is komolyan veszik. Ferenci nyilatkozott például a meccset megelőzően, egészen konkrétan azt mondta, hogy minél tovább szeretnének menetelni a Magyar Kupában. Az a céljuk, hogy elérjenek egy jó eredményt, de mindenek előtt szeretnének NB1-es csapattal megküzdeni majd, akár a következő fordulóban, már csak azért is, hogy lássák, hogy hol tartanak abban a folyamatban, ami ugye a csapatépítést illeti. Nem kell mondanom, talán nyilván a debrecenieknek ez nem újdonság, hogy nemrégiben edzőváltás történt a Lokinál. Érkezett Huszti Szabolcs és Toldi Gábor, Kondás Elemérnek megköszönték a munkáját. Egyébként az indok nem elsősorban az eredménytelenség volt, ugye az első 3 fordulóban 2 bajnokit elvesztett a Loki, hanem a mutatott játék és a fejlődés hiánya, mármint a mutatott játékban való fejlődési, ezzel indokolták a klubvezetők a váltást, és a hétvégén bajnokin már be is mutatkozott az új edzőpáros a debrecenieknél, méghozzá egy 5-0-ás sikerrel idegenben, Szegeden, ahogy azt már említettem. Bódi volt szabálytalan, a vendégek jöhetnek tehát szabadrúgással. Kis Balázs a labda mögött, ő például játszott a hétvégén is, és most is megkapta a lehetőséget. Kikapott egyébként a Gyirmódtól 2-0-ra a hétvégén a Siófok, és mostanság nem is szerepel olyan meggyőzően. Ezért is lehet az, hogy picit tartalékol a hétvégére az összeállítást illetően Waltner Róbert.
Egyébként, ha már a papírformát említettem, azért azt ne felejtsük el, hogy bő 3 héttel ezelőtt a két csapat már vívott egy bajnokit egymás ellen, és hát a Siófok a félidőben 1-0-ra vezetni tudott itt a Nagyerdei stadionban. Nagy nehezen fordított, aztán 2-1-re a Loki, és megnyerte azt a találkozót. Persze azóta történt egymás, Debrecenben említettem ugye az edzőváltást. Na nézzük, Bévárdit közben a jobb oldalon, kinek a beadásába belelépnek, így lehet az első debreceni szöglet. Amit alig, ha nem Bódi Ádám fog elvégezni, vagy éppen Zsuzsák Balázs, ugye vannak mesterlövészei a Debrecennek. Ők ketten alapvetően kihagyhatatlannak tűnnek a Lokiból. Két kreatív középpályásról van szó, akikre ugyanúgy számít az új edzőpáros is, mint Kondás Elemér tette azt. Inkább a támadó szekcióban volt változtatás a hétvégéhez képest. A harmadik percben jön Zsuzsák szöglete, tehát rövidre. Könnyedén kifejelik, így aztán rögtön jöhet a második debreceni sarokrúgás. Ezt most kicsiben megoldják Bódival. Bódi teszi vissza Zsuzsáknak, az úgy neki már lövőhelyzet, rá is lövi, kipattan a kapusról, és kiemelik végül a siófokiak, még mindig ott pattog, és mellé megy végül, Tisler rúgta mellé, jöhet egy szöglet. Igazán ez volt a nagy helyzet, amit a lecsorgóból aztán Tisler mellé lőtt, itt látható. Könnyedén megszerezhette volna a vezetést a Debrecen, egy védőről pattant le Tisler lövése. Jöhet tehát a harmadik debreceni szöglet itt egy percen belül. A páros ugyanaz, annak ellenére, hogy most a másik oldalról végzi el a szögletet Bódi és Zsuzsák. Zsuzsák a rövidre, ezt is kifejelik, Ferenci előtt a lövőhelyzet. Nem igazán volt ez egy életerős lövés, kinyik passza pedig pontatlan. Most szabadult fel tehát a siófoki kapu, és meg lehet nyugodni a vendégeknek egy kicsit. A hétvégén Pintér, Sós és Szécsi is kezdett a Lokiban, ők hárman most a kispadon ülnek, tehát egyértelműen a támadó szekcióban változtattak Huszti Szabolcsék Toldi Gáborral. Waltner Robert viszont minden csapat részbe belenyúlt, tulajdonképpen középső védőket is pihentett. Ilyen szempontból is érdekes lehet majd, hogy mire képes ez a siófok ebben az összeállításban. Ami a debrecenieknek jó hír, hogy a házi góllövő listát vezető Bárány Donát már felépült, sőt ugye a Szeged ellen a hétvégén beállva már gólt is lőtt, ott folytatja tehát, ahol abba hagyta. És most már alig-alig van hiányzója a Debrecennek, nemrégében pedig még hosszasan lehetett sorolni ezt. Varga szerez erőszakosan labdát, a Keleténél is erőszakosabban. Olá Gábor szerint szabálytalan volt a debreceniek középpályása. A legjobb 16 közé mind a 12 élvonalbeli együttes bejutott egyébként a Magyar Kupában. Az itt látható két NB2-es csapat mellett még a Haladás van a 16-ban, és az NB3-as Tája. Ez a mezőny feleződik meg tehát majd a mai napot követően. Kinyiknek kell figyelni, közben szépen kikíséri a labdát. Tegnap már rendeztek egy Magyar Kupa fordulót, ott a Mezőkövesd verte a Diósgyőrt, és már a legjobb 8 között van. Ma pedig bővül majd a mezőny. Ferenci a labdával. Rálép és visszafordul inkább, megpróbál letámadni a siófok. Pávkovics vissza Grófhoz. Voltak azért kellemetlen pillanatai az egymás elleni bajnokiának, két együttesnek, a Lokinak. Ugye említettem, hogy 1-0-ra vezetett a siófok, sőt, megvolt a nagy szansa a 2-0-ához. Egy kapufát lőtt tulajdonképpen zicserben Cip Dominik, és ki tudja, ha ott 2-0-ra el tud menni a siófok, akkor hogy ér véget az a meccs. Hosszan szökteti magát időközben Kis Balázs, ezzel pedig Zsuzsák Balázs indulhatott volna, de ugyanazt a hibát követi el. Így aztán a siófok jöhet megint, Horváth teszi vissza. Varjas. Varjas az egyik új igazolása egyébként a siófoknak. Nem volt nagy játékos mozgás egyik együttesnél sem a télen. A másik újonnan igazolt Szakály Attila is játszik, őt ugye a napokban szerződtették a siófokiak, Kaposváról jött el az ismert körülmények miatt. Most nem részletezném. Tajti közben óriási lendülettel.
Nagyszerű a túloldalra a labda, ott a lövőhelyzet, ez viszont egy gyenge kísérlet. Lecsúszott a lábáról Györgynek. Julian Nikó György, úgy hívják a fiatalembert, Németországban született, magyar állampolgárról van szó. Lemaradtunk a lövésről, de nem is igazán ért annyit, hogy nagyon lassítgatni kelljen. Minden esetre egy kapu felé tartó lövést már be lehet húzni a siófokiaknak is. Szóval mindössze három játékos érkezett a Siófokhoz, egy távozó volt, a Debrecennél pedig egyetlen egy érkező, méghozzá a török-magyar Kalafat Álmos, aki nincs most ott a kispadon, a Besiktas U19-es együtteséből igazolta, másfél évre kölcsönbe vette egész pontosan a Debrecen. Nézzük Tislert közben Zsuzsáknak, lassan lövőhelyzet, Zsuzsák jobbal is megpróbálja, lejön a blokkról, jöhet az ismétlés, Bódi. Ketten a nyakán, Bódi forgolódik még, és meg tudja tartani ennek ellenére Pór Patrik. Varga. Megint Bódi kéri el. Pór. Bévárdi. Ott a jobb oldali védő pozíciójában van még egyébként hiány a debrecenieknél, nézzük közben Tislert remekül vette le a 16-oson belül, aztán rosszul teszi tovább a labdát, Tajti fordulhat ezzel, és egy hosszú indítás, de ez kinyiké. Hazafejeli Grófnak. A Pór Patrik kényszerből játszik, tulajdonképpen jobb oldali védőt, Kusnyir Erik felépülését várják már nagyon Debrecenben. Ő azonban még sérült. Ferenci, csak úgy, mint Korhut Mihály, aki még mindig nem teljes értékű. Azért az ő felépülésükkel még erősebb lehet majd ez a DVSC, kinyik közben. Finoman alá, Bök Tisler, nincs les? Nincs les, ezek szerint Tisler éleszögből nem lövi el, tol egyet rajta, most lövi el, vezet a Debrecen. Tisler Patrik egészen korán a 10. percben megszerzi a vezetést a DVSC számára. Itt úgy tűnt, hogy ez már felesleges ez a csel. Aztán remekül lőtte ki a hosszút Tisler éleszögből is. Vezet tehát a DVSC, nem sokat kellett várni erre a góra. Ez pedig meg is alapozhatja majd a folytatást. Ami egyébként már a hétvégén is szembetűnő volt a Debrecen játékát illetően. A Szeged ellen viszonylag hamar, néhány percen belül a két gólos előnyt szert a Debrecen, és nem állt le onnantól kezdve sem, hanem tovább támadott is, 5 gólt szerzett végül, ahogy azt már említettem. Rendkívül agilisan futballozott az együttes az új edzőpáros bemutatkozása alkalmával. Kinyik közben, hazaengedi Grófnak. És Tisler is gólt szerzett a hétvégi bajnokin is. És most is az ő találatával vezette át a Debrecen, sőt, ha hozzáteszem, hogy a Magyar Kupa előző fordulójában a Deacnak is rúgott gólt Tisler, akkor kijelenthetjük, hogy remek formába lendült. Az ősszel önmagához képest azért visszafogottan teljesítő Tisler Patrik. És azt nem én mondom, hanem ő maga mondta, hogy sokkal eredményesebb tavaszt szeretne, mint ahogy az ősz sikerült számára. Zsuzsák. Hosszú indítás Ferenci felé, elfejelik előle a labdát, ezzel megfordulhat Horváth Péter, és jól teszi tovább Tajtinak. Horváth kapná vissza, így végül is szerencsésen eljut hozzá. Ferenci éri utól is, szabálytalankodik vele szemben. Jöhet tehát egy siófoki szabadrúgás. Ígéretes lehetőség lehet ez, azért a rögzített játékhelyzetekből nem egy gólt szerzett az elmúlt fordulókban a Siófok. Vélhetően komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy eredményesek tudjanak lenni szabadrúgásokból, szögletekből. Na nézzük, egészen mélyen, sőt túl mélyen Gróf húzza le Szakály Attila beívelését. Azt mondta Szakály Attiláról egyébként Altner Róbert az érkezését követően, hogy egy NB1-es rutinnal is bíró, tapasztalt középpályás, akire nagy szükségük lehet majd, hiszen sok fiatal, tehetséges játékosa van, de a rutin még hiányzik ebből a keretből. Bárány Donát közben egy indítással, és Tisler már várja középen. Tisler mögé jön, Bódihoz pedig nem jut el.
kirúgják előle, Kinyik fejeli vissza. Horváth Péter már fordulna a Siófok, három debreceni közé viszi be. Az első rögtön szabálytalankodik vele, szemben Bévárdi volt. Jöhet a Siófok tehát szabadrúgással. Megjöttek időközben a kora délután rendezett meccseknek az eredményei. Paks Budafok 2-4, tehát ez egy meglepetés rögtön a MOL Magyar Kupában. A Budafok jutott tovább Pakson futballozva is. Az eddigi meglepetés együttes táját viszont 4-1-re simán verte az MTK, így aztán a Mezőkövesthez a Budafok és az MTK csatlakozott a Magyar Kupában. Legjobb 8 között. Ferenci jó belépője közben. A budafokiak önbizalmának nyilván jót tehet majd ez a siker. Rájuk is fér, az NB1-ben azért kevésbé futballoznak eredményesen mostanság. De nézzük most a Siófokot. Ígéretesnek tűnt ez a bedobás. Varjas elől végül elrúgják a labdát, és ezt most már Bódi gyűjtheti be. Sőt, forgatja is át a túloldalra, Bévárdinak kell szaporáznia, jókora hátrányban Dajcsal szemben, haza is adja Dajcs Bence. Smola passzolja ki, többek között a kapus poszton is változtatott Waltner Rópert, apropó, Hut Wagner helyén most Smola véd a mai mérkőzésen. Megint Varjas tette vissza, aztán Izing ki a bal szélre, marad a labda a Siófoknál. Kinyik fejeli vissza a mezőnybe, Varjas ér hozzá megint, aztán Varga ugrik, nem fér hozzá, Varjas veheti le végül. Jagodics, Izing, Tajti lép vissza a labdáért, aztán megint csak Jagodicshoz passzol, ez a mélységindítás nem jó, Zsuzsák helyezkedett remekül. Kezdheti előről a Siófok. Az őszhöz képest egyébként fejlődött a siófokiak játéka, de azért itt tavasszal is becsúsztak már olyan vereségek, amiket nem nagyon kalkuláltak vélhetően, és ezért is értékelődött fel a hétvégi Szeged elleni bajnoki. Ugye a Szeged közvetlenül a kieső zóna fölött helyezkedik el, ott nagyon nem engedheti meg magának a Siófok, hogy legyőzzön. Most viszont megint rúghat egy szabadrúgást a vendégegyüttes a 16. percben. Horváth Péter készülődik, mint aki akár kapura is lőné esetleg. Na nézzük! Horváth valóban megpróbált a kapura lőni, Zsuzsákot találta el, Kinyik vágja ki, és Barát, illetve Bárány mehet ezért, méghozzá rendkívül erőszakosan, Tajtival küzdött meg a labdáért, őt látja szabálytalannak a játékvezető végül, de Bárány Donát stílusában benne van ez, szereti a testest elleni párharcokat, és rendre győztesen kerül ki belőlük, Pór Patrik közben Bévárdinak, Varjassal a nyakán fordul meg Bévárdi, aztán elveszti a labdát. György. Varjas. Nincs beadás középen Tajti kérni, inkább a baloldalt választja Varjas. Most jön a beadás, Kinyiknek kell kibólintani. Egyelőre a baloldala aktívabb a Siófoknak. Ott próbálnak a védelem mögé kerülni a vendégek. Jöhet az első vendég szöglet ennél fogva a 17. percben. Gróf öklözi ki, Bévárdi átengedi a saját feje fölött, így próbált meglógni, nem jött össze. Dobhat a vendég együttes.
De kinek? Most sikerül megtalálni végül Szakályt a labdával. Kinyik lépközben megint. Újabb dobás. Mozog, innen hallani, ahogy Waltner Robert bekiabál. Most kérték el végül a labdát nagy nehezen. Jön egy újabb beadás, ez is mély a Grófé. Az NB2-ben ugye 5 ponttal vezet a Debrecen, és bár a tavasz elég nehezen indult, nyögvenyelősen indult, azért még mindig imponáló a fölénye a hazai együttesnek az NB2-es mezőnyben. Pávkovics hibája közben. Bódi és Tisler játszik össze szépen. Tisler nézelődik, Vargát találja meg, jönnek mögötte, rögtön szólnak a társak, ennek ellenére elpasszolja Varga, Pávkovics pedig csak szabálytalanul tudja megállítani a megiramodó eleket. Jön egy sárga lap rögtön a meccs elején, a 19. percben tehát Pávkovics Bencének. Elekkel egyébként a bajnokin is meghűlt a baja már a debreceni védőknek. Remekül fedezi a labdát, és pont az ilyen felpasszolt labdáknál lehet nagyon hasznos tagja a Siófoknak. Kis Balázs ívelése jön, a 19. percben járunk. Egy távoli fejes, ezzel nincs gondja Grófnak. Könnyedén öleli magához, és már Ferencit játsza meg. Ferenci pedig elindul. Bódi. Bódi nézelődik még, Varga segít neki. Kinyik. Úgy fogalmazott egyébként a székfoglalójában a Huszti Szabolcs-Toldi Gábor edzőpáros, hogy nagyon szeretnének domináns futballt játszani. Az az elvárás a csapattól, hogy irányítsa a mérkőzést, birtokolja a labdát, ne hagyja kibontakozni az ellenfelet. Ebből kapott ízelítőt a hétvégén a Szeged. Itt azonban a Siófok imittam ott, azért méltó partnere tud lenni egyelőre legalábbis az első 20 perc alapján a Debrecennek. Az persze vitathatatlan, hogy egyelőre abszolút mezőnyfölényben is játszik a Debrecen, nem csak hogy vezet 1-0-ra. Pávkovics. Vissza Grófhoz. Pont egy olyan kritika is elhangzott egyébként, visszatérek itt az edzőváltásról szóló sajtótájékoztatóra, hogy nem elég Debrecenben, hogyha valahogy begyötör egy gólt a csapat, és aztán majd lesz valami, hanem az az elvárás, hogy szórakoztató, látványos, támadó futballt játszon a csapat. Látjuk, hogy itt a korai vezetés után, hogy alakul majd a mérkőzés. Dzsuzsák közben egy nagyon szemfüles szabadrúgással Ferenci fölé, de ez már lesz. Így aztán, ha kapuba talál, akkor sem ért volna a gól. Minden esetre szép meglátás volt Dzsuzsáktól. Ami érdekes és érdemes megfigyelni, hogy a Huszti-Toldi edzőpáros érkezésével Dzsuzsák Balázs egy picit visszavontabb szerepkörben futballozik. Tulajdonképpen a 4-2-3-1-es rendszerben Varga József mellett a védekező középpályás poszton. Most, hogyha debreceni hasonlatot keresek, akkor Tőzsér posztján játszik azóta. Ami fontos lehet amiatt, hogy meglegyen a összekötő kapocs a védelem és a középpálya között. A labda kihozataloknál Dzsuzsákra lehet számítani. Elkéri a labdát és nyilván oda is tudja rúgni, ahová kell. És ez működött már a hétvégén. Elek közben a 16-oson belül, de már körbeveszik és el is rúgják onnan a labdát. Nem tudott kapura fordulni vele most Elek Bence. Nagyszerű keresztlabda Kis Balázshoz. Jó a labda átvétel is, Ferenci most lép ki rá, Kis. Egy csel, aztán egy lövés, fölé megy. Volt benne elképzelés. Tulajdonképpen egy egyszerű csellel került lövőhelyzetbe Kis Balázs, még ha nem is találta el a kaput.
De azért próbálkozik a Siófok, az látszik. Egyáltalán nem tanácsos ráülni erre az 1-0-ás vezetésre a Debrecennek, mert egy-egy ilyen kószalövés bármikor beakadhat, és ezzel nem mondok nagy bölcsességet. Nyilván tisztában vannak ezzel a debreceniek is. Pávkovics. Bárány kéri el, messzire pattant tőle, ezzel fordulhat. Na, a Siófok, Ferenci visszaszerzi, Bódi viszi már el három ember között. Zsuzsák. Most is látszik, hogy egészen hátul a védelem vonala előtt kéri el a labdát Zsuzsák Balázs. Kinyik. Bódi. Pór, ez is remek labda, Tisler megy előtte. Ezt most Izing jól érezte, hogy hol kell helyezkedni, Tajti. Ő viszont nem tudja megtartani. 4-2-3-1-es rendszerben hisz egyébként az új edzőpáros Debrecenben, ezt is elmondták már a bemutatkozó sajtótájékoztatón, még ha ez a mai, olykor inkább egy 4-4-2-re emlékeztet inkább Bárány és Tisler elől ugye csatárpárosként, Pór Patrik közben éppen Bárányt találja meg, a visszatett labda nem jó, Pór fejjel, kinyik, Pávkovicshoz jut majd Grófig egészen hátra a labda, és Zsuzsák kéri el megint leghátul. Pávkovics. Bódi. Megy mellette Ferenci, így eljut hozzá, bár inkább megelégszik a dobással. Bódi. Vissza Ferencihez. Jön a beadás, Bárány ott helyezkedik, nem fér hozzá a labdához, ez pedig így a Smoláé. Tislert távol tartották tőle, hogy magához tudja ölelni a labdát. Pór sanyargatja Györgyöt ott a vonal mellett, de megoldja így is a Siófokiak szélsője. Ez a keresztlabda viszont nagyon pontatlan, Ferenci csípi el Bódi. Ez sem túl pontos, ahogy Bódi visszateszi. Pávkovics. Kinyik. Gróf és Pávkovics labdázgat, megint megpróbálott legalábbis területet foglalni a Siófok, megzavarni a labda kihozatalt. Meg is szerzi a labdát a vendég együttes, Varjas, az úgy már lövőhelyzet. El is lövi Varjas, nem sokkal ment mellé. Talán ez volt a legveszélyesebb lövése eddig a vendég együttesnek. Az ellenfél térfelén megszerzett labdával próbálkozott Varjas. Mondjuk azért egy jó másfél-két méter híja volt ennek, de ebben már benne volt a veszély, hogy esetleg ha jobban eltalálja, akkor Gróf nem is biztos, hogy visszaér. Bárány mellel, ezúttal pontosan Bévárdi. A jobb oldal kevesebbet szerepel egyelőre a debrecenieknél, Bévárdit alig-alig veszik be a játékba eddig a társak. Pávkovics. Tisler. Felpattant a térdére, ott nehéz volt lekezelni a labdát. Smola. A Siófok egyébként, ugye, ahogy említettem, 5 pontra van a legjobb kiesőtől, a Kazinc Barcikától, úgy, hogy a Barcika ráadásul egyel kevesebb meccset játszott eddig. Így aztán a vendégeknek valóban nagyon oda kell figyelni a bajnoki szereplésre, ha nem akarnak izgulni a szezon végén. Elég érdekes csapat a Siófok olyan szempontból, hogy nagyon kevés döntetlent játszanak ugye ezzel az őszinte támadó futballal. Vagy sikerül nyerni, vagy kikapnak. 25 forduló alatt mindössze kétszer játszott döntetlent a Siófok. Beadás megint pontatlan, Tisler még bent tudja tartani. És vissza Pávkovicshoz. Kinyik. Pávkovics, a mélységi passz nem jó, Tajti, Csenyel. Ez viszont
Megint csak pontatlan, Ferenci szerzi vissza azon nyomban a labdát. Horváth Pétert állította, megoldhatatlan feladat elé tajti ezzel a passzal. Dzsuzsák megint. Pávkovics. Dzsuzsák, Varga. Egyértelműen az látszik, hogy Dzsuzsák hátulról próbál irányítani. Ez az új találmány lehet majd a debreceni futball sikerek kulcsa. Visszavontabb szerepkörben szerepel Dzsuzsák. Ez azért annak is szólhat, hogy nyilván az a lendülete már nincs meg, amivel annak idején még a PSV játékosaként az őrületbe kergette akár az Ajax védői Dzsuzsák Balázs a csereivel. Ez lesz az a poszt, ahol a legnagyobb hasznára tud majd lenni a Debrecennek, alig ha nem Dzsuzsák Balázs. Megint nála a labda. Bévárdi felé, ez most nem volt pontos ez az indítás. Smola dobja ki. Jagodics. Izing. Kis. Waltner Robert folyamatosan mondja magáét a pályaszélén, a kép alján lehet is látni, ahogy gyakorlatilag vezényli a csapata játékát. Por labdaszerzése, Bévárdi. Körbeveszik megint, Kis Ián elcsente a labdát a Siófok újfent. Ferenci. És jön a letámadás, Bódi. Vissza Ferencihez. És már megvan a labda az ellenfél tér felén. Azért úgy hébe-hóba látni, hogy működőképes lehet ez a Siófok féle letámadás. A debrecenieknek egy picit fel kell pörögni itt a labda kihozatalaknál ahhoz, hogy ne legyen ebből nagyobb baj. Tajti. Megint megvan a labda. Izing a túloldalra. És tényleg így, hogy lassan elérkezünk az első fél óra végéhez, el lehet mondani, hogy azért abszolút dominanciáról nem beszélhetünk a Debrecen részéről. Nincs olyan nagy mezőnyfölény és olyan nagy labdabirtoklás, amit előrevetített az edzőpáros, hogy ez lenne a cél. De hát az elején tartunk még a folyamatnak nyilván. Debreceni szempontból. Tajti. És most meg is tudja tartani hosszasan a labdát a Siófok. Jó a csel is, ez a passz is jó még. Kis Balázs, jön a beadás, ebbe már belelép Ferenci. Visszapattan Kishez. Tajti segítene neki, Kis egyedül próbálkozik. Egy bedobást tudott összehozni ebből. Kis megint. Ezúttal Varga lép ki rá, Tajti. Tajti megint, Jagodics. Most szerzi meg a Debrecen, és nincs szabálytalanság. Bódi. Tischlerhez nem jut el. Tischler ezt sem tudja megszerezni. Aztán egy judóra emlékeztető jelenet. Tischler és Jagodics között. Itt van ez a szép dobás Tischler Patriktól. Ezzel együtt a debreceniek játékosa kapott szabadrúgást, mert hogy Jagodics már előtte szabálytalankodott, igazából azért rázta le magáról Tischler, mert a nyakába csimpaszkodott Jagodics. Pávkovics nyugtat meg mindenkit, és várja, hogy valaki aztán végül csak elkérje a labdát. Jön az ívelés Bódinak. Nem tudom ennek mennyi esélye volt, hogy Bódi Ádám fejpárbajt nyer egy ilyen ívelés során. Tajti ívelése viszont remeknek tűnik, és Gróf jön ki, méghozzá nem rosszul, viszont rossz helyre fejeli. Más kérdés, hogy Horváth nem tudta azonnal kapura tenni ezt a labdát, ott tátongott pedig üresen Gróf mögött a kapu. Minden esetre most Gróf Dávidnak kellett söprögetni ahhoz, hogy ne legyen ebből helyzet. Horváth Péter léphetett volna ki. És egyre inkább lehet azt mondani, hogy feléled a Siófok kezd magára találni a korán bekapott gólt követően. Ez is egy mély indítás, ez is a Grófé. Most ezekben a percekben egyértelműen kijelenthető, hogy nem tud dominálni a Debrecen annyira legalábbis, amennyire szeretne. Kinyik. Dzsuzsák. Toldi Gábor egyébként elmondta, ugye ő nyilatkozik
elsősorban az új edzőpáros tagjai közül, hogy helyén kell kezelni azért ezt az 5-0-át, amit Szegeden elért a csapat. Nyilván nem arról van szó, hogy most már minden meccset ilyen nagy arányjal fognak megnyerni, és rögtön megtalálták a megoldást. Mérkőzésről mérkőzésre kell fejlődni, fejleszteni azt a játékot, amit szeretnének majd itt Debrecenben, és hát minden meccs nagyon jó eszköz erre, többek között ez a mai kupa találkozó is, hogy megnézzék, hogy hol tartanak, és ehhez képest miben kell még fejlődni. Pór, rossz labda kezelése, dobhat a Siófok. Varjas, őt viszont megelőzi Zsuzsák, remekül, és kap egy szabadrúgást. Ezt most nem kapkodják el a debreceniek, szépen előre sétálnak a piros mezesek, és lesz ebből majd egy beívelés, alig ha nem. Nem, Pór Patrik kapja végül laposan, aztán egészen rossz helyre, Bévárdi mögé. Ez sem sokkal jobb megoldás, Varjas indítása egészen pontatlan volt. Pávkovics Ferencivel. Pávkovics megint. És ha már elmondtam, hogy fontos meccs vár a Siófokra, ugye a Szeged elleni kiesési rangadó, azért ugyanez elmondható a debreceniekről, hiszen jön a Vasas elleni, hát mondjuk azt, hogy szuper rangadó, az MB2-ben legalábbis pozíciók alapján mindenképpen, hiszen az első helyzet játszik majd a másodikkal. Ilyen szempontból akár a debreceniek is tartalékolhattak volna ennél még inkább, mint amit láttunk az összeállításon. Varga kap szabadrúgást közben, rátartottak a lábára. A Vasassal kapcsolatban is már megkérdezték Toldi Gábort, aki elmondta, hogy ezzel még nem foglalkoznak. Nyilván lesz látható jele az összeállításon annak, hogy fontos bajnoki vár vasárnap majd a Lokira. De nem árul el műhely titkokat, egész konkrétan így fogalmazott. Tisler elpattan tőle, Jagodics. Kistől kapja vissza. Jagodics, Tajti lép a labdáért vissza, aztán elpasszolgatnak Jagodicsal, Kis Balázs indul el a jobb oldalon. Nincs indítás. Bévárdi pattan le az ellenfélről, kap egy szabadrúgást. És lesz egy csere rögtön a meccs elején. 17-es, 88-as. Hát ez nem tűnik túl jó jelnek a debreceniek szempontjából, hogy a most felépülő Bárány Donátot már is le kell cserélni. Könnyen előfordulhat, hogy rásérült a korábbi sérülésére Bárány. Szécsi Márk érkezik minden esetre a helyére. És idő előtt el kellett ezzel lőnie egy cseréjét a Huszti-Toldi edzőpárosnak. Pávkovics. Ferenci. Ez remek játék, ezzel mehet Szakály Attila. Ferenci bottal üti a nyomát, aztán most éri utol, Szakály egy visszacsellel, éles szögből a lövés, és a felső lécet is érintette. Na hát ebben már valóban benne volt a gólveszély, itt a visszacsell, aztán ahogy átveszi a jobb lábára is, jól lőtt el végül Szakály. Érte a felső lécet. Ha más nem, ez most már mindenképpen figyelmeztető jel lehet a debreceniek számára, hogy valóban az 1-0 az semmit nem jelent. Bármikor lehet egy ilyen lövésből egyenlíteni Siófoki részről. Pávkovics, Ferenci. Kinyik. Zsuzsák. Megtalálja Vargát, Varga viszonylag üresen, Bódi lép vissza, hogy elkérje. Bódi tartogatja, aztán most jön a keresztlabda, Pór Patrik a túloldalon. Zsuzsák megint. Nincs lehetőség mélység indításra, inkább a keresztpassz jön, Bódi. Pávkovics. Ferenci. Nem jön be a csel. Meg tudja tartani? Meg végül. Ez viszont szép volt, ahogy leültette végül Ferenc egy testcsellel Horvátot.
Zsuzsáktól pattan el, közben Varjas szerez labdát, akár így is mondhatnám, és a siófokiak tartanák meg. Pór Patriknak kell figyelni, ott van a nyakán György. Dajcs engedi el, ez így Izingnek jó. A 38. percben járunk, 1-0-ra vezet a Debrecen. És hát azért a frissiben beállt Szécsiről ugyanúgy elmondható, hogy remek formában van. Más nem mondjak, a hétvégén a Szeged ellen ő is betalált. De hát volt már neki pont a Siófok ellen egy duplázása ebben a bajnoki szezonban. Szécsi. Rossz alap átvétel. Mert hogy azon az ominózus előző egymás elleni bajnokin 0-1-ről úgy fordított a Debrecen, hogy mind a két gólt Szécsi Márk szerezte. Mind a kettő gólpassz Zsuzsák Balázs nevéhez fűződik, hozzáteszem. Jagodic. Bódi szerez labdát, de ki akarta engedni, addigra visszaszerezte a Siófok, aztán Varga. Szécsi, Pávkovics. Megint megjáratják hátul a debreceniek. Megint jön Zsuzsák, hogy elkérje. Pávkovics. Azért, hogyha így visszagondolok, a vezető gól után olyan nagyon nem tudott komoly gólhelyzetet kialakítani a Debrecen. Kérdés, hogy mennyire akart egyáltalán mindenáron támadni, legalábbis nyilván nem akarnak még. A Siófok szépen lassan magához tért a korán bekapott gólt követően. Azt egyébként Mihalec István, a siófokiak sportigazgatója is elismerte, hogy Waltner Róberttel azért erősödött a Siófok, és tudatosabb lett a játéka. Inkább az eredményességgel van baj, a mutatott játék sokszor megfelel az igényeknek, tehát ilyen szempontból picit fordított a helyzet, mint a debrecenieknél. 13 játékos, 23 év alatti egyébként ebben a siófoki keretben. Nagyon fiatal csapatról van szó, ahogy említettem. Kell nekik az idő. Elek közben helyzetben, rossz felé cselezett, kinyik pont arra várta a cselt. Ferenci. Ki tudja vágni onnan, de ellenfélhez jut, aztán végül Tisler szerezheti meg. Így az övé is lett, hogy kiengedi. Kuszti Szabolcs azzal a bal lábbal, amivel a nagy gólokat lőtte. Finom mozdulattal emelte oda Ferenci kezébe. Zsuzsák. Szécsi nem tud megfordulni, pont belefordult az ellenfélbe, és lehet, hogy meg is sérült ennél fogva. Szécsi Márk lemarad, ezzel együtt jöhet előre Horváth Péter a siófoki támadással. Horváth tenné középre, Varga emeli ki. Varjas. Hopp, egy technikai hiba ezúttal Kis Balástól. Tisler, bent tudja még tartani? Igen, hiába jelzi az éppen csak visszakocogó horvát, hogy kint volt. Elfogyott minden ereje, úgy tűnik. Bévárdi már Pór Patrik felé, a beadás, ebbe pedig már belelépett Dajcs. Debreceni szöglet jön tehát. Megy Zsuzsák, hogy elvégezze. Mire odaér és elvégzi, már a 42. percben járunk. Szép lassan véget ért át az első félidő. A korai Tisler Patrik góllal vezet a Debrecen, még a 10. percben talált be. Na nézzük Zsuzsák szögletét. Ferenci felé megy kapásra, Pávkovics pont elcsúsztatta előle. Ezzel viszont most akár meg is lódulhat a Siófok, na nem így. Varga érezte a veszélyt. Ezzel együtt marad a vendégeknél a labda, Jagodic, Tajti.
És ugye innentől kezdve nagy kérdés, hogyha mondjuk így marad az első félidőben az eredmény, hogy csak egy góllal vezet a Debrecen, és eltelik 10-15 perc a második játék részből is, vajon Waltner Róbert fog-e úgy cserélni, ami arra utal, hogy azért megkockáztatják ezt a továbbjutást. Meglátjuk majd a folytatásban, Jagodics. Smola. Szécsi kergeti a labdát, de elég egyedül hagyták a társak. Smola rúgja el, és ez még is jó is lehet. Elek, ez már nem. Gróf jön ki a kapujából. És még aztán egy picit meg is tréfálja ott Szakályt, akit jól megfuttatott Elek ezzel az indítással. Ferenci integet, hogy ő megjátszható a bal oldalon, jön is a labda. Tisztár lesen. Ez is pontatlan keresztlabda, ezzel Ferenci indulhat meg, van előtte terület, Varga. Ferenci megy tovább, Varga inkább középre, Szécsinek, ez sem rossz meglátás, Szécsi még, most érik utol, meg tudja tartani, nagy nehezen, igen. Dzsuzsák, Varga. Bódi. Visszajut Pávkovicshoz, ebben azért több volt ebben a megindulásban. De a labda megvan a Debrecennek, Dzsuzsák. Tisztler, Bódi. Ferenci. A Dzsuzsák megint, Pávkovics. Uha, eladja a labdát a félpálya környékén, Pávkovics megint, és neki ugye van sárgalapja, úgyhogy olyan nagyon nem fér bele egy taktikai falt. Az utolsó perc az első félidőben közben, míg Bévárdi szerez labdát, aztán mivel messze pattant tőle, mégiscsak a siófoké lesz. Még egy beíveléssel próbálkozhat itt az első félidő hajrájában a vendégegyüttes. Dajs Bence ott hagyja. Stajti előre küld mindenkit, ő marad biztosítani. Egészen távol a 16-os vonaltól húzza fel a védelmét a Loki. Tolják kifelé a vendégeket, oda lehet belöbbölni az üres területbe. Ebből nem lett semmi így. Tisztel segített be a védekezésbe, még hozzá egészen hatékonyan fedezte a labdát. És az a kérdés, hogy Gróf kirúgásán kívül lesz-e még bármire idő itt az első félidőben? Nem, ebben a pillanatban le is fújja Olá Gábor az első játékrészt. Jól kezdett a Debrecen, hamar vezetés szerzett Tisztler Patrik találatával már a 10. percben. Utána viszont mintha egy kicsit kényelmesre vették volna a figurát a hazaiak. Egyre inkább magára talált a siófok, sőt, helyzetekkel és egy felső léccel is jelezte, hogy ő is a pályán van. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a második félidő. Az első játékrészt követően minden esetre DVSC siófok 1-0.
No hát, amíg várunk a csapatokra, addig körbetekintünk a Magyar Kupa, a MOL Magyar Kupa eddigi történésein. Tegnap a Mezőkövest 2-0-ra verte a Diósgyőrt, így aztán a Mezőkövest már a legjobb 8 között van. A mai meccsek közül pedig a kora délutániak már véget értek. Paks-Budafok 2-4, ez a legnagyobb meglepetés ebben a fordulóban, tehát a Budafok jutott tovább. Tája MTK 1-4. Az MTK tovább jutott, és a Zalaegerszeg Honvéd 2-1, méghozzá hosszabbítás után 1-1-es rendes játékidőt követően Costa góljával nyert végül az ETE 2-1-re, de úgy, hogy a Honvédból addigra már két játékost is kiállítottak, úgyhogy parás kis mérkőzés lehetett. Így aztán a Mezőkövesd mellett állt a Budafok, az MTK és a Zalaegerszeg van már a legjobb 8 között, és a mi meccsünkön kívül ma még lejátszák a Puskás Akadémia Újpest összecsapást, valamint a Haladás Kisvárda és a Ferencváros Fehérvár mérkőzést, tehát ez úgy nem kell rabozni, hogy komoly rangadó itt a kupában is. Meglátjuk, hogy itt mire mennek egymásra, ugye nemrégiben bajnokin találkoztak a felek. És hát a Fehérvárnak különösen fontos lehet majd a jó szereplés, hiszen elúszni látszik a bajnoki cím, sőt talán azt már múlt időben is tehetjük. Ha valamit nyerni akarnak idén a fehérváriak, akkor a kupában kell oda tenni magukat. Az az ő pehjük, hogy éppen a Ferencvárossal sorsolták össze őket már a nyolcad döntőben. Ennek a párhasznak a győztese egyébként a Debrecen Siófok összecsapásnak az MTK-val találkozik majd a március 10-i negyed döntőben, ugye előre kisorsolták már a párosításokat, sőt az is megvan már, hogy az elődöntő április 14-én lesz, a döntő pedig május 5-én a Puskás Arénában. No hát, Waltner Róbert felletett, választ adott az én félidő végén feltett kérdésemre, hogy vajon kockáztat-e majd itt a továbbjutás érdekében. Igen, többet is cserél a félidőben a Siófok. Azt már látom, hogy Gál Bálint bekocogott például, de hát ott van 29-essel az a Balogh Bence Benito, aki 7 góllal vezeti a házi góllövőlistát, valamint a Honvédtől kölcsönvett Cipf Dominik, aki szintén támadó szellemű futballista, úgyhogy rögtön belenyúl itt a félidőben már az összeállításba Waltner Róbert, és akkor most be is mutatják a cseréket. Varjas Zoltán helyére érkezett Gál Bálint, miközben Kinyik passzolná fel a labdát, Tajtiról jön vissza, és Kinyik engedi ki. Györgyöt váltotta Balogh Bence Benito. Most muszáj könyvelni, mert egy picit az asszisztens játékvezető is lemaradt ezekkel a cserékkel. Ugye a meccs miközben zajlik, a közben mutogatják be a cseréket. Jagodics helyett Horváth Milán, tehát a védelemben is van egy változtatás, nem csak a támadó szekcióban cserélt Waltner Róbert, és akkor még arra várunk, hogy Cipf Dominik kit váltott. Ő pedig Szakály Attila helyén. 4 csere tehát a szünetben a Siófoknál. Az is lehet egyébként, hogy ezt előre elhatározta már Waltner Róbert, hogy ad játék lehetőséget ezeknek a játékosoknak is, hogy játékban maradjanak. Egyébként a Debrecennél is van változtatás, de ott csak egy helyen, Bévárdi helyére Sós érkezett. Ugye kényszerből már cserélnie kellett egyet a Husztitoldi edzőpárosnak Bárány sérülése miatt. Az ő helyére már korábban beállt Szécsi Márk. Sós is a pályán tehát a folytatásban. Alig hanem a középpálya bal oldalán fog majd futballozni Sós Bence. A mérkőzés állása 1-0, Tisler Patrik 10. percben szerzett góljával vezet a Debrecen, de az első félidő második fele egyértelműen a Siófoké volt. Megérezte alig, hanem a lehetőséget Waltner Róbert, ezért is cserélt több embert is a támadó szekcióba, és a Debrecennek pedig figyelni kell a második félidőben. Varga kap szabadrúgást, Kinyik. Az minden esetre, hogy a következő fordulóban az MTK-val csaphat majd össze, akár a Siófok, akár a Debrecen, az komoly értékmérő lehet mind a két csapat szempontjából. Ugye arról beszéltem korábban, hogy a debreceniek
kifejezetten várják már, hogy megnézzék, hogy egy NB1-es csapathoz képest hol tartanak. Az MTK ráadásul most azért az NB1-es bajnoki tabella első felében van. Úgyhogy ott meg lehet majd nézni valóban, hogy hol tart a Loki. Egyértelmű, hogy fel kell jutni a csapatnak a szezon végén az NB2-ből az NB1-be, és ráadásul nem csak a feljutás, hanem a bajnoki cím megszerzése is kitűzött cél Debrecenben. És hát látjuk, hogy még csak az sem elég, ha eredményesen játszik a csapat. Itt látványosan is kell futballozni, és fejlődő képes játékot kell mutatni legalábbis. Erről is beszéltem már korábban, ugye az edzőváltást ezzel indokolták. Dajcs a labdával vissza Smolához. Éppen a kapusposzton nem változtatott Wartner Robert a szünetben. De hát azzal nem is lennének beljebb. Ez a négy csere minden esetre önmagáért beszél. Tajti. Hasonló szerepkörben, mint a másik oldalon Dzsuzsák, ő is visszalépve a középpályáról próbálja mélységből irányítani saját csapatát. Bódit támadják le, így is megoldja, kinyik. Tisler elengedi, így viszont Szécsinek jó. Nem biztos, hogy szándékosan engedte el Tisler, de Szécsi ezzel járt jól, és Tajtit be is fűzi. Szécsi már a 16-oson belül, most jön a beívelés a hosszúra, de hát az nagyon pontatlan. Sós Bence legyint egyet. Nem Szécsinek számva, inkább bosszankodva, hogy nem kaphatta meg ezt a labdát. Ígéretes megindulás volt Szécsi Márktól. Tajti. Ez is szűk. Bódi zavaró repülése pont elég volt ahhoz, hogy megszerezze a Debrecen a labdát. Pór. Tisler kéri el, Pór Patrik. Megint letámad a Siófok. És el is dobja gyorsan Elek. Nagyon szempülesen. Csak hogy az ellenkező irányba mutatott az asszisztens. Debreceni bedobást jelzett. Kinyik. Pávkovics. Kellemes labdarúgó idő van egyébként, 10 fok körüli hőmérséklettel, ez már igazi tavasz. Már a pálya sem olyan fagyos, kemény, mint amilyet az elmúlt hetekben kellett, hogy megtapasztaljanak a játékosok a korai szezon kezdettel. Kinyik. Beleléptek az indításba, így pontatlan lett, nem jutott el Sósig a labda. Ez pedig Dzsuzsákon pattan meg, Varga fejjel. Szécsi. Pór. Megint hátrafelé. Dzsuzsák kéri el. Pávkovics. Vissza Grófhoz. Csak megpróbálja kihozni a labdát a Debrecen, bár nem esik jól nekik ez a zavarás, amit a letámadással eszközöl most a Siófok. Ez viszont egészen pontatlan megint csak. Smola rögtön kidobja. Az látszik, hogy sietős lett a Siófoknak itt a folytatásban. Alig, ha nem azt beszélték meg a szünetben, hogy meg kell próbálni itt rögtön megnyomni a második félidő elejét és zavarba hozni a Debrecent. Mondom, azért a két csapat egymás elleni bajnokia is egy közel X-es meccs volt. Ott is ígéretesen futballozott a Siófok. Tulajdonképpen egy szabadrúgás kombinációval tudta megverni a Debrecen végül a Balatonparti együttest. Rögzített játékhelyzetből, tehát nem akcióból. Dzsuzsák. Jönnek mögötte, de még időben elpasszolja, kinyik. Pór. Szécsi felé, de ez is pontatlan. Dajcs szerez labdát, cipf. Jobb külsővel az indítás, túl mély. Kis Balázs néz rá, hogy ezt komolyan gondoltad. Nagyon hosszú volt. Cif Dominik is egyike az újonnan igazolt játékosainak, Siófoknak. Ő kölcsönbe érkezett a Honvédtól.
Korábban egyébként néhány mérkőzésen játszott már a Siófokban, hogy a két klub közötti kooperációs szerződés keretében, így viszont most már nem kell ingáznia. Ez a állandó játék lehetőség miatt döntött úgy Cip, hogy bevállalja ezt a siófoki kitérőt. Balogh Bence Benito a labda mögött, ő végzi el a szabadrúgást. Hét gólja van, ahogy azt már említettem, az NB2-ben. Alányes lágyan, Izing csúsztatja meg. Nem jut el a hosszúra a labda, Bódi emeli ki, de pontatlanul Cif. Egy pattanás után a lövés mellé. Távolról, de megpróbálta. Ez a második félidő első igazán veszélyes jelenete. Nem volt azért olyan veszélyes, így utólag megnézve jócskán elkerülte a kaput ez a lövés. És fennmarad az ellenfél tér felén a Siófok. Így kell kihozni a labdát a Lokinak, Dzsuzsák. Ferenci. És nagyon távol vannak egymástól a csapatrészek a Debrecennél, ez sem egyszerűsíti le a helyzetet. Nem is tudták kihozni a labdát a hazaiak megint csak. Kis teszi vissza. Tajti kéri el megint. Rengeteget van játékban a középpálya közepén Tajti Tamás. Cif keresztlabdája, Szécsi zár vissza és kicsúsztatja. Gróf szólt neki, hogy jöhet haza is, de addigra már Szécsi eldöntött, hogy inkább csúsztatja oldalra. Szécsi megint ő szerez labdát, Tisler kapott egyet hátulról, Debrecen jöhet szabadrúgással. Varga. 10 perc eltelt a második félidőből is. Kicsit azért agilisabban kezdett a Siófok, mint a Debrecen, de összességében véve azért maga biztosan tartja előnyét a Loki egyelőre. Dzsuzsák passza, ezzel most megfuttatja Pávkovicsot. Bódi. Bódi még. Emberrel a nyakán. Dobás. Szemmel láthatóan azért zavart okoz a labda kihozatalnál ez az agresszív letámadás, amivel most a Siófok próbálkozik a friss emberekkel, a gyors emberekkel elől. Ez viszont ígéretes, csak egy picit hosszabb a kelleténél. Sós ugorhatott volna ki. Deutsch. Azzal is elismerték egyébként Waltner Robert munkáját korábban, hogy pont erre a letámadásos futballra utalva elismerték, hogy a modern futballt próbálja követni, modern labdarúgást próbálja, a nemzetközi trendet meghonosítani Siófokon, és azért periódusokban ez már működik, azt mi is látjuk, ha nem is a teljes meccset véve. Elek. Deutsch. És haza kell adnia, most a Debrecen jön ki. De nem annyira, hogy megzavarná a labda kihozatalt. Kis a jobb oldalon. Cif megy előtte, Kis ível. Kinyik, hozzáér. Szöglet. És nem volt ez egy határozott labdaérintés Kinyik Ákostól. Elek ott jött mögötte egyébként veszélyesen. Na nézzük, tud-e szögletből veszélyeztetni a vendégcsapat. Az 57. perc végén, sőt az 58. elején jön a vendégek szöglete. Túl magas lett végül Horváth Milánnak. Tajti íveli vissza, méghozzá pontosan. Újabb beívelés, ebbe belelép Sós. Megint Tajtihoz kerül, finoman análöbből. Pór Patriknak kell figyelnie, és figyel is, kikísérte.
Ha már a bajnoki szerepléseket vesszük alapul, már pedig ugye a két csapat ugyanabban az osztályban szerepel az NB2-ben. Összességében azért azt el lehet mondani, hogy a Siófoknak tulajdonképpen nem a gólszerzéssel van gondja az NB2-ben, hanem azzal, hogy sokat kap, sok gólt kap. Egyedik legtöbb találatot kapták a másodosztályban. És ugye ezen a mai meccsen is már bevette a kapuját Smolának a Debrecen. Ugyanakkor gólt szerezni még nem tudtak a vendégek. 25 forduló alatt 40 gólt kaptak a másodosztályban. Nagyon sok. Tajti kap szabadrúgást közben. A játékvezető mutatja a sípot, meg kell várni a sípszót, most lehet elvégezni. Gál Bálint a labda mögött, nem nagyon ért még labdába a második fél időben, nem kellett mondanom a nevét. Ez viszont ígéretesen jön középre, Kinyik ér hozzá, Tisler is belefejel, Cipf és Szécsi összecsapása. Marad a Siófoknál, Balog, Elek. Elek tol egyet, a lövés lejön Pórról, Tajti. Gál Bálint nem lépnek ki rá, így simán át tudja venni, Gál még. Egy újabb beadás és egy csúsztatás, ez nem igazán volt veszélyes. Gróf ölében halt el a labda végül. Elek próbálkozott Gál beívelését követően visszavetődve. Nem volt ez igazi gólveszély. Dzsuzsák! Sóst próbálta indítani, de megint belelépnek az indításba. Varga nem fér hozzá, Tajti. Sós szabálytalan. Visszafutva kocintotta össze az ellenfél lábát. Kis Balázs volt az elszenvedője ennek a szabálytalanságnak. Lassan egy órányi játékot követően 1-0-ra vezet továbbra is a Debrecen. Cifnek pontatlan az indítás, Gróf szedi össze. Azzal együtt, hogy azért lövéssel próbálkozott a Siófok már, főleg az első félidő második felében 2-3 távoli lövése is volt rövid időn belül a Siófoknak, olyan nagyon védeni valója nem akadt eddig Grófnak, tehát kaput eltaláló lövése nem volt a vendégcsapatnak. Cipf, nem jött be a csel. Varga, Szécsi, két ember között gyönyörűen, Dajcs rúgja föl. Varga. Újabb cseréhez készülődnek egyébként a debreceniek. Ketten is melegítenek a kispad környékén. Miközben Sós ígéretes helyzetben most veszi át a bal lábára, és egy nagy védés. Smola üti ki. Életerős kísérlet volt ez Sós Bencétől. Ugye neki a bal lába a jobb. Kellett is, hogy nyújtózzon ezért Smola. Na, hát azért a Debrecen is jelzi, hogy nem úgy van az. Ha oda kerülnek a 16-os környékére, akkor tüzelnek a hazaiak. Dzsuzsák szöglete a rövidre, ott a csúsztatás és a hosszún Tajtinak kell elfejelni. Ferenci érkezik meg a második hullámban, ez pedig így már les. Pávkovics maradt ott lesen. Pintér Ádám és Barát Péter fog beállni egyébként a debrecenieknél, majd ha a játékvezető is engedélyt ad erre. Smola végezte el hamar ezt a szabadrúgást. Tisler helyére jön Pintér. És Dzsuzsák helyére érkezik Barát Péter. Dzsuzsákot alig, ha nem pihenteti. Huszti Szabolcs és Toldi Gábor a Vasas elején nagyon fontos hétvégi bajnokira. És jön a helyére a fiatal Barát, aki a napokban ünnepelte a 19. születésnapját.
méghozzá góllal, mert hogy betalált ő is a Szeged elleni hétvégi 5-0-ás győzelem alkalmával. És a másik beálló Pintér Ádám is egy fiatal, tehetséges játékos, saját nevelésű futballistája a Debrecennek, szintén 19 éves. Neki volt egy kisebb sérülése a hétvégén, de abból felgyógyult. Úgyhogy rendelkezésére tudott állni a szakmai stábnak ezen a mai találkozón is Pintér. Ferenci, haza, Gróf. Szécsi felé. És ebben a felállásban a cseréket követően alakul ki az a klasszikus 4-2-3-1, amiről beszéltek Huszti Szabolcsék bemutatkozásukat követően, ugye a két védekező középpályás, Baráti és Varga. Sós, Bódi, Pintér a három támadó az egyszem ék mögött, Szécsi Márk mögött. Egyébként hasonlóképpen állt fel a támadó szekciót illetően a hétvégén Szegeden a Debrecen. Kinyik. Izing fejeli el, de pont ellenfélhez Pintér. Első labda érintései. Pintér még, megy a bal oldalon Sós. Sós még nem lövi el, visszaveszi, jobban a lövész, Mola véd egy nagyot. Na ez már igazán nagy bravúr volt. Sós Bence a gyengébb lábával is megpróbálta méghozzá. Egészen látványosra sikeredett ez a próbálkozás, meg aztán a védés is Smolától. Ez most szansz volt a 2-0-hoz. És akkor még a szögletből továbbra is veszélyeztethet a Debrecen. Bódi végzi el most már, hogy Zsuzsák nincs a pályán. 65. perc. Ezt kifejelik Ferenci kapásból, lecsúszik a lábáról. És jön egy csere a vendégeknél újfent. Tömösvári Bálint fog beállni. Méghozzá Kis Balázs helyére. A jobb back pozícióban változtat tehát. Waltner Róbert a túloldalon már el is hagyta a pályát időközben Kis Balázs. Tömösvári tehát a helyén. Izing. Elek Bencére íveli föl, Elek fejéről tovább is pattan végül, Pór nem látja a labdát hirtelen, Gál oldalra, Balog. Kötényben a passz, nincs kint még, azt mutatja az asszisztens, Gál viheti tovább ennél fogva. Gál Bálint, Varga. Nem érti az ítéletet, könnyen megadta magát Gál, szó ami szó. Ezzel együtt ígéretes helyzetből jöhet majd a vendégek szabadrúgása. Gál Bálint maradott, hogy elvégezze, és az egész siófoki csapat a 16-os környékén még az utolsó emberként hátrahagyott Tajt is. Középen még rendet tesz Olá Gábor, most jöhet a szabadrúgás, élesen középre, Varga ment. Bódi megpróbálta a vonal mellett Pintért, Gál Bálint érezte, hogy ebbe bele kell lépni. Pór Patrik dobhat. Egyébként az idegenben kiharcolt győzelem az nem túl ismerős érzés a siófokiaknak. A bajnokságban 13 meccsen mindössze 3-szor sikerült győzniük, ami az idegenbeli teljesítményt illeti. És emellett egy döntetlen 9 vereséggel kísérve, hát otthonától távol nem nagyon acélos a siófok. Izing. Balogra a felévelés, Dajcsnak hagyja ott. Elek kicsivel hosszabb a kelleténél, bosszankodik is Dajcs.
Sós felé jön a kirúgás. Bent tudja tartani Szécsi. Bódi. Tajti kíséri, Bódi szaporázza, Pór. Pintér. Ketten a nyakán, Pintér, finom cselekkel. Pintér megy el, már a 16-oson belül. Pintér még, most a visszatett labda, és végül csak blokkolni tudnak a siófokiak. Veszélyes megindulás volt a fiatal Pintértől. Ő egyébként futballozott korábban Waltner Róbert kezei alatt Kaposváron. Kölcsön adta a Debrecenőt oda, szintén a több játék lehetőség érdekében. Ismeri a kvalitásait Waltner Róbert ennél fogva minden bizonnyal. Jön Bódi szöglete. Méghozzá jól, ott is van, Barát nem találta meg a labdát idejében, hasonló szituációból szerzett gólt a hétvégén. Szöglet utáni lecsorgóból Barát Péter. Kinyik. Varga, és ő az utolsó ember. Ferenci adja haza Grófnak. Szécsi, mondják neki, hogy le is veheti, meghallotta és megtette, Szécsi Márk. Pór. Kinyik. Barát Péter lép vissza, inkább Vargát választja Kinyik. Varga rossz helyre, Balog szerez labdát. Gál sarokkal tovább, Tajti, szép játék. Gál. Megrúgta Bódit. Waltner Róbert mérlege egyébként 5 győzelem, 6 vereség. Vele például nem játszott még döntetlent a Siófok. Miközben Sós próbál megkilépni, és meg is tartja a labdát nagy nehezen. Pór Patrik. Tavaly novemberben érkezett Waltner. A gyenge eredmények miatt Gál Istvánt menesztették a 14. forduló után a siófoki vezetők. Pór Patrik adja haza. Barát szépen fordul Cif mellett. Ferenci, Pavkovic. Bódi. Nagyszerű indítás Sósnak, aki jóval gyorsabb, mint az ellenfél. Jön a bepassz, Szécsi elől ment, Izing végül. Ez egy Izing vérig védő megoldás volt. Jöhet a szöglet ennél fogva. Szép lassan azért elérkeztünk a meccs hajrájához. Az utolsó 20 percben járunk. És most inkább arról szól a találkozó, hogy a Debrecen megpróbálja lezárni ezt a meccset, és továbbjutást eldönteni egy második megszerzett góllal. Na nézzük, 72. perc, Bódi szöglete. Kapu felé, mondhatnám kapura, azt is mondhatnám, hogy szokás szerint Bódi Ádámtól. Sós hagyja ott Ferencinek. Barát kéri el nagy nehezen, Ferenci. Szép játék kicsiben, Sóshoz már nem jut el a labda. Ez az indítás viszont megint csak pontatlan, Elek nem érhette el. Varga, jönnek mögötte. Pavkovics. Sós, Barát. Szép kényszerítő, Barát, a csel már nem jön be. Varga megy oda segíteni, kőkemény összecsapás, de szabályos. Pór Patrik. Pintér. Baloggal szemben Pintér. Pintér még keresni a lövőhelyzetet, aztán Bódit találja meg, Bódi egy testcsellel. Pintér, most megy Pór, hogy elvigyen egy embert. Pintér nem nagyon haladt előre most a debreceniek támadása, sőt, visszakerül a labda Pavkovicshoz, aki a felező vonalnál helyezkedik konkrétan. Kinyik. Bódi éppen csak hozzá tudott érni, de így lett jó, Pintér. Pintér lassan lövőhelyzet, Pintér lő, jön a blokkról, Pintér még egyszer, ez pedig mellé csorog. Talán az első lövési kísérletben volt inkább veszély itt,
Csak addigra oda zártak a védők, ez pedig már lecsúszott a lábáról. Maradt tehát az 1-0. De most valóban az látszik, hogy a Debrecen nem akarja véletlenre bízni ezt a kupa találkozót, lehetőleg le akarja zárni egy második góllal. Cippet nem hagyták, hogy elvégezze a szabadrúgást. Kinyik. Elek a nyakán. Nem is tudta megjátszani, csak oldalra rúgni Kinyik Ákos. Gál Bálint. Izing. Kinyik, megint oldalra. Most már egyébként nem lehetetlen itt a Nagy Erdei Stadionban győzni. Ezt csak azért mondom, mert ugye nagyon hosszú, az egész őszön végig tartó 100%-os mérleget produkált hazai pályán a Debrecen. Aztán tavasszal itt a második hazai találkozón a Gyirbót ellen végül elvesztette ezt a makulátlan mérlegét, vagy lerontotta a Debrecen egészen pontosan, ugye 2-0-ra győzni tudott a Gyirmót. Addig viszont nemhogy győzni, döntetlen sem tudtak elérni az ellenfelek, sőt gólt is alig-alig kapott a Debrecen hazai pályán. És megtört ez a varázs. Kinyik vágja előre. Izing egészen nyugodtan leveheti, a környékén sincs debreceni játékos. És jönnek az ívelések. Wartner azt is kiabálta, hogy ívelje föl. Elek veszi merre, és a lövés Kinyikről jön le. Cipf, ő ismétel Jócskán fölé. Az látszott egyébként, hogy hatan helyezkedtek vonalban a debreceni 16-os környékén. A siófokiak is várták, hogy jöjjön az ívelés. Ez is tudatos megoldás a vendégektől. És most megint fennmarad a siófok, hogy ne lehessen kihozni lapos passzokkal a labdát. Grófnak kell kirúgnia ennél fogva. Na, ehhez képest megint csak megpróbálják. Kinyik. Bódi. Eddig tartott, meg is szerezte a siófok. Az utolsó negyed órában járunk. Varga. Pintér. Bódival, szép váltás, és el is tudja vinni Pintér, 3-2-ben mehet a Debrecen, Pintér még, Sós a hosszún, most jön a passz, Sós megkapja, a visszacsel megint, Sós még, Pintért játsza meg, Pintér még át is veszi, jobbal kell ellőnie, és lejön a blokkról. Túl kombinálták ezt most a debreceniek, meg is tudjuk nézni. Nem nagyon találta a lövő helyzetet Pintér, és végül mire el tudta rúgni, már sokan voltak előtte. Hát nem így kell lejátszani a 3-2 elleni szituációt, nem így oktatják, mint ahogy azt most a debreceniek bemutatták. Varga közben, Bódi a jobb oldalon, élesen középre, és az is kijön valahogy. Kétségbeesve vágják ki a siófokiak, Tajti, aztán Cipf rúgja el onnan, biztos, ami biztos. Kinyik, Pór. Gyönyörű mozdulat, Bódi Pintérnek az üres területbe, Pintér rá is vezetheti Izingre. Ott a bepassz, Szécsi nem találja el. Hát most azért kikezdi a háló a siófokiak hátát. Bódi. Bódi még. Ő is beviszi a 16-oson belőle. Bódi. Nem jó a beadás. Gál. Tajti. Eleknek a felpassz. Kinyik nem hagyja, hogy átvegye. És Kinyik kap egy sárga lapot ezért. Teljesen hasonló szituációban Pávkovicsnak is összehozott egy hasonló sárgát az első fél időben. Elek. Ugyanígy a lefordulásnál kellett megállítani őt szabálytalanul. És parázs jelenetek zajlottak azért az elmúlt percekben itt a siófoki kapu előterében. Ezzel együtt most inkább úgy néz ki, hogy 1-0 lesz ennek a mesnek a vége. Tajti.
ha csak a Siófokiak másképp nem gondolják. Ebből az indításból biztosan nem lesz gólveszély. Gróf ballag el a labdáért. Spire elvégzi a kirúgást, már a 79. percben járunk majd. Wartner Róbert már 5-öt cserélt. Huszti Szabolcs és Tohadi Gábor még változtathat is akár, hogyha úgy gondolja. Varga emeli ki. Pór Patrik bólintja el. Bódi ugrik be a labdáért és sodorja tovább Dajcs mellett. Aztán jön a középre kanyarított passz. Sós elől rúgják el. Tömösvári volt most jó helyen. Horváth Milán. Izing. Megint jön az ívelés. Pór Patrik vette ezt észre. Ezért pedig Smolának kell kikocogni a kapuból. Horváth Milán, Tömösvári. Horváth Péter hosszan szökteti magát, Szécsi cseni el tőle a labdát, aztán kezezés miatt debreceni szabadrúgás, Gálért hozzá kézzel. Kinyik. Cip zavarta meg, megint jön a letámadás a vendégektől, pedig már a 80. percben járunk, ugyanolyan lendülettel rontanak rá debreceniekre, és eszközölnek ki újabb hibát a hazai védők labda kihozatalában. Tajti Sós mellett elesik, nem volt szabálytalanság, ezt mutatja a játékvezető, Szécsi tartja meg, Sós, Pávkovics. Az utolsó 10 percbe lépünk. Kinyik hozza a labdát. Bódi mutatja, hogy neki jöhet a felpassz, és pörgeti tovább Pornak. Az nagyon-nagyon hosszú. Hát, ha így is marad az eredmény, és a Debrecen megnyeri 1-0-ra a meccset, valamint tovább jut, azt hiszem, hogy akkor is elmondhatja Wartner Róbert, hogy a mutatott játékkal és a csapat hozzáállásával elégedett lehet. Csak hát megint ugye az eredményesség hiányzik. Ezzel küszködik az NB2-es bajnokságban is a Siófok. Pávkovics fejeli el. Tömösvári. Hátra Horvátnak. Szécsi viszont nagyon gyors, oda is ér a nyakára Horváth Milánnak. Smola rúgja el onnan kétségbeesve. Pór nézelődik. Pávkovics mutatja, hogy neki akár dobhatja, inkább előre felé dobna Pór. Szécsi. Barát. Ferenci. Sós. Ferencivel az összjáték. Ferenci lendületből jön, méghozzá nagy lendülettel. Ferenci veszi vissza, még egy csel, ez is jó. Ferenci jobbal fölé. Szép egyéni megmozdulás. Még akkor is, ha a végén nem sikerült a lövés, két jó cselt mutatott be Ferenci, két védőt elküldve ezzel. Azért jócskán elvétette a kaput. Pór Patrik rúgja fel az égbe a labdát aztán. Hát itt az utóbbi percekben azért megvolt a sansza arra a Debrecennek, hogy lezárja ezt a meccset. De mivel nem tette, az utolsó 8 perc, plusz mondjuk a hosszabbítással együtt, mondjuk azt, hogy van még 10 perc, izgalmas lehet. Ha betalál a Siófok, akkor rögtön hosszabbításnál járunk. Varga kapott egyet, és megjön az első sárga a vendégeknél is, méghozzá Cipf Dominik kapja.
Kinyik kéri el. Ferenci lopakodik a bal oldalon. Kinyik nem vette őt észre időben, így aztán most gondolkodhat, hogy kinek passzolja. Baltner már reklamál, hogy mégis meddig várunk még ezzel a szabadrúgással. Sós fejeli vissza, Szécsi ballal nem lövi el. Jobbal sem, inkább Pintért játsza meg. Pintér, Bódi kérné tőle, Pintér minden áron cselezni akart. Még éppen csak meg tudja tartani a labdát. Bódi, Kór, Bódi, Pintér, aztán Varga. Ez így szép játék, Varga vezeti be a 16-oson belőle. Most a passz, Bódi, bent tartja még. A középre tett labda, Iszmola megfogja. A saját védőjéről pattant oda talán hozzá. Itt van még egyszer, ahogy középre teszi bizony a védőről. Marad az 1-0. Pintér. Ising. Ferenci fejeli vissza. Sós Bence. Bedobással jöhet tehát a Debrecen. Kinyik. Jó nagyot rúg bele. Szécsinek még jó lehet. Sós fején csúszik meg Ferenci. Pávkovics. Gróf Dávid. Pintért keresni ezzel a feléveréssel. Dajcs hozza el a labdát nagyszerűen, aztán Pór szereli őt, és ezzel megindulhat megint a Debrecen. Pór, Patrik, Sós a túloldalon. Szécsi pont lenyúlta a labdát tulajdonképpen a kiugrani készülő Sós elől ezzel. Úgyhogy amiatt lett oda a lehetőség, hogy Szécsi beleért az indításba, amit nem neki szántak. Az utolsó 5 percben járunk most már. Gál Bálint végezheti el a szabadrúgást. Bódi azért odaáll, hogy hátul rendeződni tudjanak a többiek, nehogy gyorsan elvégezze a vendégcsapat. Végül nem is Gál végzi el, hanem Balogh Bence. Azért ezekben a rögzített játékhelyzetekben itt még simán benne lehet a meccs végén is, hogy betalál a siófok. Na nézzük, 86. percben Balogh, finoman a lányes, elek fején megcsúszik, les. Már les miatt szabadrúgás kifelé hiába rúgják a hálóba a labdát a vendégek. Így aztán nagyjából még egy perccel közelebb kerül a továbbjutáshoz a Debrecen. Egyébként az előző fordulóban sem verte agyon ellenfelét a Loki. A Deacot is minimális fölénnyel 2-1-re győzte le és jutott tovább végül a Loki. Itt a meccs érdekessége, hogy a korábbi debreceni, illetve DVSC ikon Ibrahim Asidibe a Deac színeiben gólt lőtt a Lokinak. Tisler és Bévárdi voltak a DVSC gólszerzői azon a meccsen. Varga. Pintér indul, Varga vár még, most jön a passz, Pintérnek egy picit fékezni kell, hogy megszerezze a labdát, hárman jönnek rá, Pintér három ember között, a harmadikat is megkerüli és tovább viszi, szép mozdulat volt, Bódi, Bódi még, Sós bemozdult lesre, ezért nem passzolt Bódi Ádám, így viszont már oda az előnye Sósnak, ő is visszafelé kénytelen cselezni, szabadrúgás. És most alig ha nem, a hátralévő 3 plusz a hosszabbítás perceit szeretné majd az ellenfél tér felén eltölteni a DVSC. Ezt a szabadrúgást egészen biztosan nem kapkodják el a hazaiak. És hát el lehet mondani azt hazai szempontból, hogy végül is a továbbjutás, ami a legfontosabb, az úgy néz ki, hogy meg lesz. És lehet készülni a következő nagy kihívásra, majd a Vasas elleni rangadóra. 88. percben jön tehát a Loki szabadrúgása. Rövidre tette volna Bódi. Szécsi szerzi vissza. Bódi megint.
távoli lövés, megpattan, próbálkozhat egy szöglettel most Bódi Ádám. És mire kikocog oda a szöglet zászlóhoz, már a 89. percben járunk. Tehát nagyon rutinosan az ellenfél tér felén tölti el az értékes utolsó perceket a Debrecen. Olyan nagyon veszélyes szöglete szabadrúgás ezen a mai meccsen eddig nem volt Bódinak. Na nézzük a következőt. Ez pedig a Smola kezében landol. Pór Patrik próbálná megzavarni a kapust a kidobásnál. Sós Bence fejeli vissza, előny szabály, bár szabálytalankodtak Sóssal szemben. Időközben fel is pattant, Sós indul el. Még egy szabadrúgást kap. Rutinosan csalja az időt a Debrecen itt a meccs végén. Végül is az egy gól, az 1-0-ás győzelem is bőven elég a továbbjutáshoz. És tényleg lehet gondolni a bajnoki folytatásra. Meg arra, hogy majd a következő körben azért az MTK-val kell farkas szemet nézni. Pintér ellenféltől kapja. Pór. Barát. Pontatlan. Ez így a Smoláé lesz. Így aztán az utolsó percben siófoki kirúgással jöhet majd a vendégcsapat, és még egy támadás simán belefér. Kérdés, hogy mennyit hosszabbít majd a játékvezető. Kinyik fején megcsúszik, Cif csúsztatja, Gábálintot rántják le, és ez bizony veszélyes helyről jöhet. Ráadásul Pávkovics sárgalapot kap, és neki ez már a második sárgája. Lerántásért megkapja a második sárgáját Pávkovics Bence, és ezzel kiáll. Ugye ez egyrészt fájhat majd a következő fordulóban, amikor az MTK ellen nem futballozhat Pávkovics. Másrészt itt azért az utolsó három percben, mert hogy annyi lesz a hosszabbítás, a Debrecennek emberhátrányban kell futballozni. Ráadásul ez egy jó helyről jöhet majd ez a szabadrúgás. Pávkovics úgy érezte, hogy szabálytalankodnia kell a megiramadó Gállal szemben. Gál ott is maradt, hogy elvégezze ezt a szabadrúgást. Hát az lenne igazán a csattanó, hogyha most itt ezt betekerni a meccs hajrájában. Gróf minden esetre négy tagú sorfalat kér. Balogh Bence helyezkedik a 16-oson belül, Gál pedig elvégzi a szabadrúgást a 91. perc végén. Gál Bálint, és belövi Gál Bálint! A 91. percben egyenlít a Siófok egy szabadrúgásból. Itt van még egyszer. Bemozdul Gróf a sorfal mögé, odavárta volna a labdát, Gál pedig visszarúgta a helyére. És akkor most innentől kezdve lesz érdekes, hogy emberhátrányban, a vélhetően 2x15 perces hosszabbításban a Debrecen mire megy a nyilván fellelkesedő Siófokkal szemben. Ez a veszély benne volt végig, és hát említettem is, hogy egy gólt bármikor lehet találni egy rögzített játékhelyzetből akár, hát ezt mutatta meg a Siófok. Alig, ha nem hosszabbítás lesz a találkozón. Barát Péter húzódik vissza egyébként a védelem tengelyébe, ő foglalja el Pávkovics helyét. Sós viszont megiramodik a bal oldalon, lehet, hogy mégsem lesz hosszabbítás. Sós Bence beadása, sikerül kifejelni, visszajut Sóshoz. Sós még egyszer meghúzná, kiharcol egy szögletet. Bódi megy el a szöglet zászlóhoz, hogy elvégezze, erre még ugye bőven van idő, hiszen van 50 másodperc még a jelzett 3 perces hosszabbításból. Hát komoly csattanó a meccs végén. De lesz-e még egy? Bódi tehát. A 93. percben jön a szöglet, élesen a rövidre. Ezt kifejelik, Bódi ismételhet. Megint beadja, ezt Cip fejeli ki. Pintér gyűjti be.
finoman alá emel, eljut így a labda Szécsihez, de nem tudja megszerezni, kivágják a vendégek, és Ferenci adja haza. Gróf. És letelt a 3 perces hosszabbítás, ebben a pillanatban lefújja tehát Olá Gábor játékvezető a mérkőzést. Hát komoly meglepetés önmagában már ez is, érzésem szerint, hogy a Siófok egy hosszabbítást ki tudott harcolni itt Debrecenben. Ugye azzal kezdtem a közvetítést, hogy azért a papírforma alapján egyértelműen a DVSC az esélyese ennek a párharcnak, hiszen az MB2 lista vezetőjéről beszélünk. 5 pontos magabiztos előnnyel vezetik az MB2 bajnoki tabelláját, a Siófok pedig a 14. helyen áll az MB2-es tabellán. Ők 5 ponttal a kiesés előtt, a kiesést érő helyezés előtt, úgyhogy teljesen ellentétes helyzetből indultak neki ennek a mai meccsnek, de hát a futball ilyen. A papírforma hamar borul, és eltűnt most itt a két csapat közti különbség, főleg úgy, hogy Pávkovicsot kiállította a játékvezető a meccs hajrájában, és ezzel, hogy Gábálint betekerte a szabadrúgást, komoly esélyt teremtett a csapatának arra, hogy a továbbjutást is kiharcolja az emberhátrányban futballozni kényszerülő DVSC ellen, hiszen innentől kezdve talán lehet azt mondani, hogy idegenben játszik a Siófok ugyan, de most már egy picit az ő javukra billen az esélyesség mérlege, hiszen mégiscsak emberelőnyben játszanak, lélektelmi fölényben is vannak ezzel az utolsó pillanatban szerzett egyenlítő góllal. És hát kérdés, hogy milyen állapotban vannak a debreceniek. Mondjuk ők nagyon a Szeged ellen nem fáradhattak el a hétvégén azon a sima 5-0-ás meccsen. Tehát valószínű, hogy 10 emberrel is fogják bírni a hajrát. Csak így, hogy emberhátrányban vannak, lesz-e arra sanszuk egyáltalán, hogy gólt szerezzenek? Vagy mondjuk most már egyértelműen a büntetőkre kell berendezkednie a DVSC-nek. Mi is mit akar a Siófok a meccstől? Még az is nagy kérdés itt a folytatásban. Tekintve, hogy emberelőnyben futballozhat a vendégegyüttes, én azt gondolom, hogy meg fogják próbálni minél hamarabb begyötörni azt a gólt, amivel akár ki is harcolhatják a továbbjutást is, nem kell a büntetőkre, a lutrira hagyatkozni, ugye az már szerencsejáték, azt szokták mondani, a 11-es párbaj. Ott végképp eltűnnek a különbségek. Beszélhetünk itt bármilyen csapatról. Na, túlóra tehát a Nagyerdei stadionban a DVSC Siófok Magyar Kupa 8-at döntőn. Az a kérdés, hogy cseréle Huszti Szabolcs és Toldi Gábor, mert ugye a középső védőjük az egyik kiesett Pávkovics Bence kiállításával, és hát kényszerből játszik ott az egyébként védekező középpályás Barát Péter. Szatmári ott van a kispadon, mint bevethető középső védő, de hát szükség lehet még támadóra is esetleg, ha úgy alakul a meccs, úgyhogy valószínűleg nem fog még cserélni a hazai csapat edző párosa. Na, nézzük akkor a folytatást. Ebben a pillanatban tehát útjára indul a labda. Bódi Ádám, Sós, Ferenci a bal oldalon. Horváth Milán érkezett meg és keresztezett. Nem nagyon van labda, most kellett végül keríteni valahonnan Ferenci. Szécsi. 3 ember közt merre veszi Sós Bence. Összehoz egy szögletet ezzel. Bódi Ádám kocoghat ki elvégezni. Amilyen magabiztos játékkal és nagyarányú győzelemmel mutatkozott be a bajnokságban Huszti Szabolcs és Toldi Gábor, ebben a mostani meccsben innentől kezdve simán benne van az is, hogy kiesik a Debrecen esetleg. A siófokiak legalábbis egyértelműen erre készülnek, felhallatszott a kispad előteréből, hogy ezt meg lehet csinálni, Partner Robert mondta a fiainak.
Bódi csúsztatja, Szécsi csúsztatta Bódi szögletét, bocsánat, nem volt veszélytelen, Pintér. Pintér még, újabb beadás, ez is átszáll a hosszúra, Szécsi fejjel, ez viszont a kapus kezében hal el. Az első fejes volt igazán veszélyes, ezt a másodikat nézzük meg. Itt egy picit elek zavarta Szécsit abban, hogy el tudja fejelni. Bódi, Horváth Milán megelőző szerelése, Gál. Egyébként ültek a siófoki cserék, azt lehet mondani, Gál is jól szállt be. Balog, Cipf is hozzá tudott tenni. Tömösvári. Jó indítás ez is. Visszafelé kényszerül jönni a labdával ezzel együtt. Egyelőre a Siófok, most jön egy beadás, közelről a fejes, ez így Grófé, és ráadásul szabadrúgás kifelé. Lökés miatt. Ferenci. Sós. Sós indul el, benne van sebesség, Tömösvári mellett középre, Szécsi veszi át, túl hosszan, Izing rúgja el. Időközben a siófokiak újabb játékos cseréltek be, a pályán van Hajnal Gergely is 9-es számmal. Éppen nála a labda, és ő kap szabadrúgást, mármint Hajnal. Előre cserélt, tehát Waltner Róbert a támadó sorba hozta be Hajnalt. Tajti, Tömösvári. Izing. Tömösvári megint, telekkel játszik össze, aztán vissza Horváth Milánhoz. Finom ívelés, Por Patrik fedezte a területet, így tulajdonképpen nem hagyta, hogy hozzáférjen a labdához Balog. Gróf Dávid gyűjtötte be ennél fogva. Kinyik. Nagy kérdés, hogy tudja-e ezt érvényesíteni, ezt az emberfölényt, létszámfölényt a Siófok, vagy mondjuk a Debrecen simán megoldja 10 emberrel is. Minimum azt, hogy maradjon az eredmény, Varga, sőt, Por Patrik indulhat el, Sós Bence helyezkedik középen, jön a beadás, Horváth Milán ér vissza. Most egy picit fordult a játékképe, ugye a Siófok tud labdát birtokolni és dominálni, a Debrecen viszont megpróbál kontrákkal érvényesülni innentől kezdve. És láttuk az iménti megindulásnál, hogy ebben is lehet fantázia, Bódi. Finom csel, Bódi, Tajti mellett. Ezúttal nincs lap. Szépen becsapta pedig ellenfelét Bódi Ádám. Varga mutatja Ferencinek, hogy ő maradjon vissza. Bódival beszélnek meg valamit. Na nézzük, mi lesz ebből, esetleg egy szabadrúgás kombináció. Beindul Varga, jön a finom löbbölés, és lemarad a füvön Varga József. Nézzük csak meg, hogy mi történt, mert mi meg tudjuk nézni, a játékvezető azonnal tovább intette a játékot. Hát ott Tajti dolgozott kézzel bizony. Ezzel együtt már a Siófok az ellenfél kapuja előtt, a debreceni kapu előtt. Ezt a büntetőt nyilván meg fogják majd reklamálni utólag is a debreceniek. Ne nézzük Hajnal beadását közben. Kinyik vágja ki, nem jut messzire, Gál. Megigazítja és ellövi, Gróf ér hozzá. Nem biztos, hogy kaput talált volna Gál Bálint lövése, de Gróf kivédte. Biztos, ami biztos. Így aztán szöglettel jöhet a Siófok. Fok.
az adhatott volna még egy komoly csavart a meccsnek, hogyha befújja ezt a büntetőt az imént Olá Gábor, legalábbis annak tűnt. Most a szögletet minden esetre nem engedi el a játékvezető, megint csak rendezkedni kell. Ott Gróf környékén van tömörülés. Cipf próbál a zavaró repülést végezni a kapus előtt, Kinyik ölelésében. Most jöhet végül a szabadrúgás, Varga fejeli ki. És aztán Kinyik Bólint belesült, ezzel meg is lehet indulni. Pintér. Pintér még megállítják. Balok felé az indítás, ez túl hosszúnak tűnik. Nem is tudja bent tartani végül. Gróf kirúgása jöhet. Kinyik. Az ívelés Szécsi felé, Izing ölelésében esélyesen volt Szécsinek, hogy ezzel valamit kezdjen. Dajcs adja haza. Smola. Horváth Milán. És ugye a másik horvát, Horváth Péter helyére érkezett egyébként Hajnal. Így innentől kezd elég csak a horvátot, mint vezetéknevet mondanom majd. Középső védő esetében Kinyik szerez labdát, közben Sós, Ferenci. Szécsi mozdul ki az üres területre, és jól teszi vissza Vargának. Bódi. Bódi indul el. Pór. Megint szabálytalankodnak Bódival szemben, Gál Bálint kap sárgalapot. Neki még nem volt. Van már sárgás, ugye Cipf a vendégeknél. Bódi ott is marad, hogy elvégezze. Sárgalapos figyelmeztetés a hosszabbítás 9. percében a vendégeknél. Olyan túl sokan nem jönnek előre a debreceniek közül a szabadrúgáshoz. Kinyik nem is ívelte előre, Bódi sok értelme nem lett volna. Most jön az ívelés, Tömösvári fejjel, pont oda Sóshoz. Jól érezte Sós, hogy nem kell közelebb menni. Ott a betett labda, Pintér. Megvan a csel, Pintér bal lábán, Smola véd. Helyezni már nem tudta, nagyon pici területe volt, hogy el tudja lőni Pintér Ádám. Itt van még egyszer, ahogy kibogarásza onnan a labdát, és végül kapura is tudta lőni. Nem okozott problémát Smolának. A hárítás, Bódi közben már. Megint egy hosszú indítás, ez is Pintér felé megy. Ezt sem lehet azonban már utolérni. És egy sárgalap jön megint csak a vendégeknek, méghozzá Elek Bencének, alig ha nem szövegelésért kapta. Most már azért gyűlnek a sárgalapok a vendégeknél is. És ugye ami megint csak rizikófaktor lehet a debrecenieket tekintve, hogy a másik középső védőnek, Kinyik Ákosnak is van már sárgája. Könnyen arra kényszerülhet utolsó emberként, hogy szabálytalankodjon. Barát munkában közben Elekkel szemben, Kinyik vágja ki, Sós. Ferenci. Horváth Milán csúsztatja le. Hát korát meghazudtoló nagy rutinnal futballozik Horváth Milán, 19 éves középső védőről beszélünk. Egyelőre simán hozza a meccset, csereként beállva is. Tajti. Cipf indul be, a jobb oldalon Tömösvári is megjátszható, Horváth Milán kapja. Gál. Egészen mélyen visszalépett most a labdáért, Tajti vissza Gál Bálinthoz, megigazítja, lövőhelyzet nincs, Horváth Milán kényszerül csatlakozni, akit Sós támad meg,
és meg is szerzi a labdát végül Sós Bence. Igaz, csak átmenetileg. Tajti, megint Gál. Elek. Vissza Gál Bálinthoz. Cip, Izing. És nem minden áron megy előre a Siófok, hanem próbál labdabirtoklásból kialakítani egy támadást, ez nem jött össze. Sós tartja meg nagy nehézségek árán, aztán végül csak megkapja a szabadrúgását. Tömösvári nem egyszer, nem kétszer rúgott oda. De 12 perc már eltelt a hosszabbítás első fél idejéből is. Egyelőre nincs újabb gól. Gál Bálint. Ebből sem lesz. Most Gál kap szabadrúgást, az indítást követően még odalépett neki Barát Péter. Van-e újabb fordulat a meccsben, vagy nézzünk egy büntető párbajt. Említettem korábban, hogy ebben a műfajban a Siófok már próbára tette önmagát két fordulóval ezelőtt. Minden B3-as riválissal szemben csak büntető párbajjal tudott tovább jutni. De van ilyen jellegű tapasztalata ezzel együtt. A Monort búcsúztatták ugye büntetőkkel, 2-2 után 5-4 volt a büntető párbaj eredménye. Gróf szedi fel. Barát. Azért a 19 éves Barát Péternek is komoly teszt ez, hogy kényszerből középső védőt kell játszania ilyen fiatalon. Egy komoly téttel bíró meccsen ráadásul. Szécsi kapott egyet hátulról, jön egy újabb sárga lap. Ezúttal Horváth Milánnak. Ahogy telik az idő, azért egyre szigorúbban veszi ezeket a belépőket Olá Gábor, és rendre odaadja a lapot ezekre, főleg a hátulról alattomosan érkező rúgásokat követően. Bódé, lesz ebből a szabad rúgásból felévelés, vagy megint lepasszolja, megint nem sok értelme van, hiszen elől nincsenek gyakorlatilag társak. Bódé Ádám, kinyik. Sós. Tömösvári vele szemben. Sós. Megpróbálná egy az egyben. Sós még. Visszapattan hozzá. Be tudja tenni. Varga nem találja el. És aztán kihozza a Siófok. Ebben is több volt. Bódi. Kinyik. Bódi megint. A hosszabbítás első fél idejének utolsó perc, másodperce, utolsó perce. Bódi. Varga József lábában is benne volt a gólszerzés lehetősége, de benne is maradt. És talán ez a szöglet még, erre a szögletre még lehet idő. Vagy dobás? Nem, dobás lesz, mutatja a játékvezető. Bódi nem érti, minden esetre Sós kimegy, hogy elvégezze a bedobást. Aztán majd újra elvégezheti, hogyha Olá Gábor rendet tett ott az ötös környékén. Wartner Robert kiabál be, hogy közelebb álljanak az emberekhez. Kinyik meg tudja csúsztatni ennek ellenére, Smola véd egy nagyot, és most vágják ki. Hát itt volt csattanó azért a hosszabbítás első fél idejének végén. Sós beadása gyakorlatilag egy beíveléssel ér fel, és ha nagyobb ívben száll a labda a csúsztatást követően, lehet, hogy be is pottyant volna ott a kapuba Smola mögött. Ezzel együtt Smola Bálint egy bravúrnak köszönhetően megmentette a kapott góltól a csapatát, és hát így az első félidő alapján, az első 15 perces hosszabbítás alapján elmondhatjuk, hogy
olyan nagyon nem látszik a különbség egyelőre, annak ellenére, hogy több emberrel, több játékossal játszhat a Siófok. A Debrecen simán kompenzálni tudja ezt ember hátrányban is. Még talán inkább Alokinak voltak komolyabb gólszerzési lehetőségei. Ugye olyan nagyon most a szabályok szerint nem lehet pihenni, azonnal fordulnia kéne a két együttesnek a hosszabbítás második fél idejére, de nyilván kihasználják a csapatok egy kis frissítésre ezt a kis pihenőt. Miközben Varga Józsefet látjuk, hogy a játékvezetővel megbeszéli azt a szituációt, alig ha nem, amikor lerántotta őt Tajti, legalábbis úgy tűnt, 11-es gyanús volt az eset. Igen, még a gesztusaiból ítélve még azt is megmutatta Varga, hogy hol fogta meg őt az ellenfél, és melyik testrészénél fogva, vagy ruhadarabjánál fogva rántotta le. De hát ezt így utólag már hiába. Abból nem lett büntető, így aztán újabb gól sem. 105 perc után továbbra is 1-1 az állás. Tisler Patrik, illetve Gál Bálint talált be. És akkor még 15 perc, aztán meglátjuk, hogy azon túl lesz-e még egy kis ráadás, vagy le tudják ezt most már a második hosszabbításban a csapatok. Eldől-e a továbbjutás, vagy sem? Az a kérdés. Cip végzi el a kezdőrugást. Tajti oldalra. És látva azért a hosszabbítás első felét, az valahol érthető, hogy olyan nagyon ész nélkül nem rohannak előre a siófokiak. Azzal együtt sem, hogy ugye létszámfölényben vannak, mert volt jó néhány veszélyes megindulása a Debrecennek, amiből könnyen gólt szerezhetett volna a Loki. Emberhátrány ide vagy oda. Cip felé az indítás, Ferenci próbálja lezárni a területet, szöglet lesz belőle végül. Balogh Bence végzi el. A 106. percben járunk. Balogh kapu felé, Gróf, szabálytalankodtak vele szemben, Elekkel ütközött Gróf Dávid, mind a kettejüknek fáj, úgy látom. Elek is lemarad néhány pillanatra, meg aztán Grófnak is a vállát talán nem kell helyre rakni. Most majdnem azt mondtam, hogy helyre kell rakni, de azért, ha ezt szó szerint vesszük, az nem tűnne túl optimális esetnek debreceni szempontból. Minden esetre most jön a segítség a kispad felől. Kiugrott volna a válla Gróf Dávidnak az ütközés folytán, mert hogy elég furcsán tartja a jobb karját. Még ez hiányozna a debrecenieknek, gondolom én ezek után, hogy a Vasas elleni nagyon fontos mérkőzést megelőzően eleve túlórára kényszerülnek. Hogy Gróf Dávid megsérüljön. Sokat nem látunk az esetből, mert pont eltakarja az orvosi stáb, hogy mi történik. Minden esetre hosszasan bíbelődnek Gróf vállával, az látszik. Játékvezető is ott marad. Hát itt az a nagy kérdés, hogy tudja-e folytatni Gróf Dávid, vagy sem. Ugye, ha kicsit is sérült a válla, azt egy kapusnál azért nem lehet megkockáztatni, hogy úgy védjen. Tomás Kosicki felkészül a kispadon. A debreceniek cserekapusa. Már ha szükség lesz cserére. Minden esetre az már nem jó jel, hogy ilyen hosszasan
ápolják, vizsgálják és nézegetik Grófot, de úgy tűnik, hogy tudja folytatni. Na, nincs tehát újabb kényszerű csere, ugye az első fél időben, még a rendes játékidőben Bárány Donátot sérülés miatt ideje korán le kellett cserélnie a debreceni szakmai stábnak. Gróf Dávid maradhat a pályán. Cif csúsztatása. Kinyik vágja el elek elől. Varga hátáról pattan tovább, de alá feküdt Gál Bálintnak, ezt mutatja a játékvezető, így aztán a Siófok jöhet szabadrúgással. Tajti. Most nem íveli föl. Izing vissza Tajtihoz. Most jön az ívelés, megint elek felé, Barát Péter helyezkedik remekül. Bódi csúsztatja meg. Pintér viszont nem fér hozzá, Dajcs remekül fedezi. Most viszont saját magát hozta nehéz helyzetbe, Szécsi helyezkedett arra, hogy esetleg hazaadja Dajcs. Így muszáj volt oldalra kirúgnia a labdát a Siófokiak balbekének. Pórbedobása. Visszapattan hozzá, újra próbálkozhat Pór Patrik. Bódi lép vissza, de ő nem kapja meg. Kinyik jön előre végül, hogy elkérje a labdát. Síveri oldalra Sósnak, de hát az túlságosan magas. Elnézést is kért Kinyik Ákos gyorsan. Sós pedig köszönte a szándékot. Ferenci. Gál Bálint. Ezzel most fordulhat a Siófok. Hajnal szaporázná, Kinyik teszi haza. Gróf Dávid rúg bele egy nagyot, mert hogy érkezett már Balog is, hogy megzavarja. Elek. Gál Bálint. Jön a jobb oldal, inkább középre forgat Gál. Tajti. Izing. Tajti megint. Balog, nem jött össze a kényszerítő, egy pillanatra úgy tűnt, hogy vissza tudja neki tenni Elek, és abban lett volna veszély, így aztán Gál Bálinthoz jut a jobb oldalra a labda. Horváth Milán. Az pontatlan, Pór Patrik ezzel akár meg is indulhat, meg is teszi, Pór hosszan teszi maga elé, Izing azonban rossz helyre, Sós, ő pedig rossz felé fordul, Balog veszi el tőle. És lett volna megint egy lehetőség egy kontrára a Debrecennek, ha pontosabban játsszák meg a labdát. Így viszont jöhet egy újabb beadás. Gróf most éppen Cippel ütközik. Nincsenek szerencsés momentumai most Gróf Dávidnak. A vendégek pedig olyan nagyon nem tisztelik a kapust. Ott az ötös környékén sem, annak ellenére, hogy hatalmasokat üvölt Gróf Dávid. Ugye tanítják a kapusiskolában, hogy fel kell húzni a térdét, hogy védje magát az ilyen eseteknél. Nem lepődnék meg, hogyha ezt most már komolyabban megtenné Gróf Dávid egy-egy alkalommal. Ferenci szép mozdulattal. Bódi. Bódi még. Nem nagyon van hová passzolni. Pintér kérte el nagy sokára, de őt pedig leszerelte Tajti. Pór Patrik, ez is sárgalap lesz. Balogot állította meg. Nem, most nem lesz sárgalap. Pedig ez is annak tűnt. Pór megúszta. Harmadik percben jöhet tehát a Siófokiak szabadrúgása. Gál ezúttal is, de azért ez jóval távolabb van, mint ahonnan egyenlített Gál Bálint. Nyilván nem lesz belőle kapura lövés, egy jó ívelés viszont még lehet. Gál. Alá pörget, megvan a csúsztatás, de Dajcs már nem éri utól, kirúgás lesz. Hát így, hogy 120 percet kell futballozni mind a két együttesnek, rápihenni biztosan nem tudnak a hétvégén nagyon fontos bajnokira, egyik csapat sem.
főleg a Debrecennek lesz fontos majd a rehabilitáció, így, hogy ember hátrányban kell végig tolni ezt a hosszabbítást. És ugye még ne feledkezzünk el arról sem, hogy Bárány vélhetően megsérült, rásérült a korábbi sérülésére. Nyilván Pávkovics játszhat a bajnokságban, attól függetlenül, hogy a kupában kiállították. Ferenci dobása jöhet. Kinyik fejjel vissza. Szécsi próbálna pozíciót fogni, nem nagyon sikerült neki Horváth Milán mellett. Gál teszi vissza. Gál Bálint egyébként jól szállt be a meccsbe, jót tett a Siófoknak a beállítása. Sokszor avatkozik játékba és zömében jól. Hajnal közben, Kinyik ölelésében. Mire elesett, addigra érzésem szerint már nem szabálytalankodott vele szemben. Kinyik Ákos előtte azért sanyargatta rendesen. Sokat várt az eséssel Hajnal. Varga emeli ki. Horváth Milán. Tömösvári. Lemarad egy debreceni közben. Mutatják a debreceniek, hogy rúgják már ki a labdát a vendégek, de hát ők nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy Sós még csak most tápászkodott fel. Balog. Talán ennek is szólt ez a belépő Bódi Ádámtól. Sportszerűtlen volt az ellenféltől, hogy nem rúgták ki sérült játékosnál a labdát. Bódi is besárgul ezzel. És ráadásul megint jöhet majd egy ígéretes szabadrúgás a vendégektől. Legalábbis lehet belőle simán gólveszély. Ugye kapu felé fogja tekerni, alig ha nem. Balog ezt a labdát majd. A bal lábával készül elvégezni. A 116. percben járunk már. Gróf. Pintér kéri el a jobb oldalon. És Pór Patrik is elindul, most úgy érzi a Debrecen, hogy talán van terület megindulni, de hát ezzel a hosszú labdával nem lehetett mit kezdeni. Szécsi Márk gyors ugyan, de Szigy Usain Bolt se érte volna utól. Aki egyébként kacérkodott a labdarúgó pályafutással. Három és fél perc a hosszabbításból hátralévő idő. Most már azért könnyen előfordulhat, hogy mégis csak büntető párbaj lesz ennek a vége. Kinyik. Szécsi. Ha csak Szécsi teszi ki oldalra, Sós egyből középre. Szécsi érkezik és mellé pörget. Ez egy szép támadás volt. Tulajdonképpen ketten megcsinálták a helyzetet. Szécsi és Sós. Onnan mondjuk azért nehéz lett volna jobb külsővel bepörgetni, de ezzel az erővel akár kaput is találhatott volna Szécsi Márk. És érdekes, hogy annak ellenére, hogy ember hátrányban játszik a Debrecen a hosszabbításban, inkább a hazai csapatnak voltak komolyabb gólszerzési lehetőségei. Gróf csen el néhány másodpercet még. Pintért megelőzik, Balog rosszul veszi el, át, Barát rúgja el, és Szécsi még hozzá is fér így. Megkerülte gyakorlatilag Izinget, és gyönyörű csellel megy el. Szécsi még, Varga mögé jön, Bódi érkezik, egy lövés, Smala óriási védése. Gyönyörű jelenet volt. Nem tudom, mennyire volt tudatos Vargától, hogy félig meddig sarokkal visszatette, Bódi lövése életerős volt, és Smalának bizony bravúrt kellett bemutatnia ahhoz, hogy megőrizze az esélyt a csapatának a továbbjutáshoz. Mert ha ez bemegy, alig ha nem vége van. Sós ezúttal a szöglettel.
Ott a fejes, ez pedig Smola kezében hal el. A 119. percben járunk. Ferenci tette arrébb az ellenfelet. Balog. Gál. Balog megint. Sóst rázta le magáról. Rossz megoldás Tömösváritól, de ez is. Jöhetnek a vendégek. Izing. Lehet szépen írni a névsort most már a kispadokon, hogy kivégezze el a büntetőket. Nagyon közel állunk hozzá, hogy 11-es párbajjal érjen véget ez a párharc. Pintér közben kiemeli még hozzá jó helyre, Szécsi veszi át. Tajti próbálja leütközni, Szécsi simán tovább viszi, megkerülni az ellenfelet, Izing lerántja. Abszolút tudatos, és én azt gondolom, hogy okos döntés Izingtől. Egy sárga lapot bőven megért a Siófok szempontjából, hogy Szécsi már ne tudjon esetleg kapura törni egy az egyben. A 120. percben tulajdonképpen. Görcsök itt is, ott is, Pór Patrik is leül, és egy siófoki játékos is, Tajti is lemarad, neki is visszafelé kell feszíteni a lábfejét. Pór Patrikhoz jön a segítség, az is lehet, hogy ő nem csak Görcsöl, hanem egyéb gondja van, de igen, Görcsöl. Egy perc még lesz a hosszabbítás hosszabbítása. És mondjuk a rendes játékidőt követően lesz-e hasonló csattanó majd itt a hosszabbításban. A végén ebből a szabadrúgásból tud-e esetleg gólt lőni a Debrecen. Vagy jöhetnek a büntetők. Tajtit és Pórt is hosszasan ápolni kell, hogy folytatni tudják egyáltalán a mérkőzést. A játékvezető mutatja, hogy most már azért elég lesz lassan. Úgyis mindjárt vége. Miközben Varga, Bódi és Sós azon tanakodnak, hogy mit lehetne kihozni ebből a szabadrúgásból. Tajti már talpon, őt már lekísérik a pályáról. Pór Patriknak viszont egyelőre az is nehezére esik, hogy rá tudjon állni a lábára. Bizony. Könnyen lehet, hogy itt az utolsó néhány másodpercben kettős ember hátrányban futballozik majd a Debrecen. Ja nem, mert még van csere, bocsánat, Szatmári jön majd Pór helyére itt a végére. Mert hogy Pórt le kell támogatni, nem tudja folytatni. Tajti arra vár, hogy visszaengedjék, Szatmári pedig arra, hogy bemutassák a cserét. Megérkezik a pályára tehát Szatmári Csaba. És Huszti Szabolcs még valamit odasúgott Bódinak itt a szabadrúgást megelőzően. Na nézzük, mi lesz ebből. Megpróbálnak-e megint egy olyan kombinációt, mint amikor Vargát lehúzták, ugye emlékeztetünk rá. Bódi finoman középre, Barát ér hozzá. Kinyik azt még bent tarthatja, és megpróbálja újra beadni. Jön a beadás, Varga fejel, és gól! Varga József az utolsó pillanatban tovább fejeli a Debrecent. Ez már a 121. perce lehetett a találkozónak. Összezuhannak a siófoki játékosok, de teljesen érthető az ő szempontjukból. A debreceniek pedig egy kupaszban, miközben Olá Gábor le is fújja a mérkőzést. Nincs tehát lutri, nincs tehát szerencsejáték és büntetőpárbaj, hanem van egy nagyon fontos Varga fejes, és van még egy csattanó ezen a mérkőzésen. Hogy mennyire volt ez tudatos, az persze más kérdés, mondjuk nem direkt a szabadrugásból fejelt a kapuba Varga, hanem a visszaívelt labdából. Ezzel együtt rendkívül fontos találatot szerzett Varga József, és végül is a hosszabbításban, a nagy nehezen is, de kiharcolta a továbbjutást a Debrecen, és így teljesen más szájízzel
készülhet majd a nagyon fontos Vasas elleni rangadóra. A debreceniek szempontjából ez nyilván megállapítható, a Siófok viszont ennek az ellentéte kicsúszott, talán már az ő javukra állt a mérkőzés, pedig kicsúszott a kezükből az utolsó pillanatban a lehetőség, így kell majd megvívniuk a Szeged elleni kiesési rangadót. Hát izgalmas lett a vége, meg hát menet közben is voltak érdekes fordulópontok, minden esetre a DVSC, ha nagy nehezen is, de sikeresen vette ezt a nyolcad döntőt is, ott van most már a Magyar Kupában a legjobb nyolc között, a végeredménnyel búcsúzom, DVSC, Balaton FC Siófok 2-1.